Tisztelt fenntartható fejlődés hallgatók! Ahhoz, hogy a megújuló energiákkal, a jövő energiáival, meg az energia takarékossággal, energia hatékonysággal tudjunk foglalkozni, néhány alapvető fogalmat kell a mai órán végtárgyalnunk, úgy, mint az energia, a hatásfok, a teljesítmény fogalmát, amit sokszor összekevernek a hatékonysággal, sokszor összekevernek a fogyasztással. Tehát pontosan definiálni kell, hogy ezeken mit értünk, hogy aztán áttérhessünk a megújulókra, szennyezésre, lesz itt sportfizikája, közlekedés, fizika és ipartörténet, illetőleg a földről, a napról, az élelemről, és még sok energiával kapcsolatos dologról fogunk tanulni, fosszilis és megújuló energiákról is. Hát nézzük, hogy mi az energia. Azt azért nagyjából mindenki középiskolából föl tudja idézni, hogy az energiát zsúlban mérjük. Az energia az egy munka. A munkából keletkezik az energia visszaalakítható munkává, ezt mind a kettőt zsúlban mérjük. Nagyon kicsi az egy zsúl, ez egy erő és egy elmozdulásnak a szorzata. Egy newton erő az nagyon kicsi, 10 deka, a kezünket, ha fölemeljük, az már több. Egy méter elmozdulás az nagyon kicsi, ennél sokkal több munkát szoktunk, vonszolást, elmozdulást szoktunk egy nap elvégezni. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy zsúl az körülbelül egy simogatásnyi munka, ez biztos nem bánt senkit, viszont nekünk több energiára van szükségünk, legalábbis a 20. század és az ipari kor ezt hozta el, és ezért zsúlban már alig számolunk, hanem kilozsúlban, megazsúlban, aminek az a lényege, hogy egy kiló zsúl, mint a kilogrammnál is, 1000 zsúlt jelent, és egy mega zsúl, az pedig 1 millió zsúlt jelent. Tehát ezek nagyobb egységek, 13-on, 16-on szoros szorzók. Na most a munkával ugyanazon a lapon kell említeni a teljesítményt, ami munkának nem egy újabb mértékegysége, hanem időbeli gyorsasága. Tehát egy watt az olyan teljesítmény, olyan gyorsaság, amikor egy zsúl munkát végzünk egy szekundum alatt. Az előbbi példával egy simogatás az egy zsúl, és hogyha másodpercenként valakit megsimogatnak, ami még mindig nagyon szelíd dolog, az az egy watt. Az egy watt az egy egészen jelentéktelen teljesítmény. Egy kis ledes lámpa mondjuk egy watttal világít, az fénynek igen sok, de egyébként egy watttal a mai, megint csak mondom, ipari és teljesítménycentrikus világunkban nem mennénk sokra. Tehát a teljesítmény az munka per idő, és ez azt jelenti, hogy ha az idővel visszaszorzunk, akkor a teljesítmény szorozva az idővel, vagyis a watt szekundum, watt szor szekundum, az nem más, mint megint csak az egy joule. Tehát ezek a mértékegységek egymással összefüggenek. Az 1 watt az 1 joule per szekundum, és az 1 joule az 1 watt szor szekundum. Ebben szerepel egy szorzás. Miért? Hogy mekkora teljesítménnyel, mennyi időn keresztül végezzük el azt a munkát. Például, hogyha 1 watttal, nem 1 másodpercen keresztül, hanem 1 órán keresztül végzünk munkát, akkor az a watt óra. Ez is munka. Ez is munka. A watt szekundum egy kevesebb munka. A watt óra az egy órányi munka másodpercenként egy zsúlos teljesítménnyel, tehát a wattóra, ha itt nagyon kiszámoljuk, akkor 3600 zsúl, de még ez is kicsi egység ahhoz képest, amennyiket fogyasztunk. Például jellegzetesen a villanyszámlát azt kilowattórában adják meg, ahol a kiló is szerepel, kilowatt szerepel, és szorozva ugye órával. Tehát valójában ezek mind szorzások. A kiló egy 1000-rel való szorzás, az óra az pedig egy 3600-zal való szorzás. Tehát ezek szerint a kilowatt óra az 3.600.000 zsúl, vagyis 3,6 megazsúl, hogyha az előbbi megazsúlos egységet vesszük alapul. Nagyon sok helyen keverik a wattot a zsullal, keverik a kilowattot a kilowattórával, kilowatt per órát írnak, ami egészen marhasság, a kilométer per óráról asszociálták. Kilowatt szor óra az 3.600.000 zsúl. Ez megint csak a munkának egy nagyobb egysége, ez is munka, de ez a munkának egy nagyobb egysége, és látszik, hogy ennyi munkát
akarunk mi vásárolni, ennyi munkát akarunk mi megfizetni, meg a zsúlokat, 3,6 meg a zsúlokat, sőt, most már a fűtés számlát, az, ha nem villany számláról van szó, nagyon sokszor gigazsúlban fejezik ki, vagyis egy háznak a energiafogyasztása az már nem zsúlokban, nem wattokban, hanem igazából kilovattokban, megazsúlokban és gigazsúlokban mérhető. Hát ennek megfelelően fogy is az energia, ennek megfelelően drága is az energia, ennek megfelelően számolni is kell az energiával. Aki nem tud az energiával számolni, az egyrészt bárhol becsapható, hiszen annyi számlát fizettetnek ki vele villanyból, gázból, fából, szénből, amennyit csak nem röstelnek. Hát feltéve, hogy egyáltalán ki tudja fizetni, mert ugye ezeknek az energiáknak azért ára is van. De ha ki tudja fizetni, akkor kiderül, hogy nagyon-nagyon rossz lesz a hatékonysága, és nagyon sokat fog fizetni, lényegében azért a rengeteg munkáért, amit a Földtől az ő számára elvesznek, és mint majd látni fogjuk, hogy valójában nem is olyan drágán, hanem nagyon is olcsón, szinte ingyen energiaként az embereknek odalöknek, hogy hát van ebből sok, használjátok. Ha megint visszamegyünk az óravázlatunkra, akkor ott azt látjuk, hogy a következő nagy fogalom az a hatásfok, és ennek a megkülönböztetése a teljesítménytől, a hatékonyságtól, és a különböző energiaformáknak az erejétől, energiájától. Hát nem is olyan egyszerű. A hatásfoknak egy viszonylag egyszerű fogalma és mértékegysége van. A hatásfok az éta jellel bír, hasznos munka per összes munka, tehát zsúl per zsúl. Esetleg, hogyha ezt az időben tekintjük, ugyanazt kapjuk, hogyha a hasznos teljesítményt az összes teljesítménnyel elosztjuk, tehát watt per watt, akkor ugye a másodperc kiesik. Ez egy szám, és százalékban is szokták kifejezni, tehát hogyha a hasznos munka az összesnek a fele, akkor ott az éta 0,5, vagyis 50%. A hasznos teljesítmény van ugye a számlálóban, a nevezőben nem a haszontalan van, hanem az összes. Mi az összes? Hát az, amiért fizetni kell, az, amit elfogyasztunk, az, amit kitermelünk, az összes fogyasztási teljesítmény, az összes elfogyasztott munka, az összes kifizetett fogyasztás van a nevezőben. Ennek örülnénk, ha nem lenne túl nagy, mert fizetni kell érte, a számlálóban pedig ennek a hasznosuló része. Na most, ha az összes fogyasztási teljesítménybe tényleg mindent beleértünk, tehát nem csak azt, amiért fizetnünk kell, mert hát azért vegyük észre, egy jóléti társadalomban nagyon sok mindenért nem kell fizetni, hanem elmegyünk abban az irányba is, hogy igen, de azt az energiát, azt a tüzelőanyagot ki kellett bányászni, a bányászáshoz is kellett energiát fogyasztani, de szállítani, finomítani kellett, de voltak veszteségek is. Tehát ha nevezőben nem a primer villanyszámlán megjelenő teljesítményt vagy fogyasztást értjük, hanem a társadalmilag fontos, társadalmilag megtermelt, a természet számára elveszett energiát, tehát amit elveszünk a természettől, akkor voltak éppen az jön ki, hogy a nevező nagyon nagy, és a számláló pedig továbbra is kicsi, tehát a mai világunk nem túl jó hatásfokú. Szokták emlegetni, hogy annak az összes megtermelt, kitermelt energiahordozónak, amit különböző bányákból, olajkutakból, földgáz feltárásokból a felszínre hoznak, vagy akár fából, napenergiából, vízenergiából elfogyasztanak, annak csak 2%-a hasznosul, jut el a fogyasztóhoz, és fordítódik arra, amire szeretné, mert még a hasznosnál is lehet vitatkozni, hogy vajon mi a hasznos. Tehát ha például valaki feleslegesen elmegy egy hivatalba, és aztán ottan kering a parkolóban az autójával, és utána dühöng, hogy nem talál parkolóhelyet, meg még fizetni is kell érte, utána kijön a hivatalból, ahol nem tudta elintézni a dolgait. Tehát ugye összességében így vesszük, akkor mi a hasznos munka, és mi a hasznos teljesítmény.
Van, aki nagyon radikálisan azt mondja, hogy a hasznos, viszont az összes ellentétben, amit fölbruttósítunk, a hasznos az nagyon-nagyon pici nettó munka és teljesítmény, ami tényleg arra fordítódik, hogy mire is? Arra, hogy jól érezzük magunkat, hogy jól éljünk, hogy boldogok legyünk. Tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy mondjuk az autóknak a hatásfokát úgy kell értelmezni, hogy ami a főtengelyen kimegy, mert hiszen a főtengelynél még nem ér véget az autó, hanem utána jön még a kerekek, a gumik kopása, a fékek, fölgyorsítják az autót, lelassítják az autót. Nem is biztos, hogy arra az útra autó volt a legalkalmasabb, hiszen jó idő volt, biciklizni is lehetett volna, azzal az egészségünket ápoltuk volna. Összességében egy mozgásszegény életmód jön ki, garázsból ki, parkolóba be, ott üldögélnek az emberek a sofőrülésben vagy az anyósülésen, és várják, hogy jó legyen az egészségük, de hát ettől nem lesz jobb az egészségük. És vajon a hasznos teljesítménybe bele számítjuk-e a szennyezéseket, ami mindjárt fog következni a hatékonyság fogalma után, de azért a hatékonyságról is szóljunk egy pár szót. A hatékonyság sokszor összekeverhető a teljesítménnyel, vagy a hatásfokkal. Hatásfokkal azért, mert hasonló a hangzása, a hatékonyságot néha teljesítménynek nevezik. Szerintem ez még szocialista örökség, ugyanis a szocializmusban voltak olyan berendezések, amelyek nem voltak hatékonyak. Magyarán olyan porszívó, ami nem szívott, és olyan hajszárító, ami nem szárította a hajat, és olyan mosógép, ami nem mosta ki a ruhát, és bezzeg mondjuk egy 200 wattos porszívó, ami csak ontotta magából a port meg a zajt, lecserélték egy 600 wattosra, és kiderült, hogy na az aztán már szív. Persze az is el tud dugulni, meg nagyon zajos, hiszen az energiájának a legnagyobb része még mindig nem hasznosul, hanem zajjá alakul, hangteljesítményé. És akkor kiderült, hogy az 1500 wattos nagyon erős motorú, nagy teljesítményű, nagy fogyasztású, de ugyanakkor jól hangszigetelt porszívó, az meg még jobb. Tehát a hatékonyságot a teljesítménnyel azért lehet összekeverni, mert hogyha rossz készülékeket gyártunk, amiknek nagyon kicsi a teljesítménye, és még a hatásfoka is rossz, akkor annak a hatékonyság az zérus. De attól, hogy növeljük a teljesítményt, nem nő a hatásfok. Attól, hogy növeljük a teljesítményt, a fogyasztás nő, akkor csökken a fogyasztás, és akkor kell kevesebbet fizetni, hogy a hatásfokot növeljük. Tehát ebben a háromszögben, hogy munka, energia, hatásfok, hatékonyság, teljesítmény, gyakran eltévednek az emberek. Aztán a hatékonyságot szokták, az energia hatékonyságot, most itt megint mértékegységben kifejezve dollár per zsullal számolni, vagyis, hogy egy zsúl ipari elfogyasztott energiára, lehet az aztán persze kilozsúl vagy megazsúl is, tehát egy ségnyi elfogyasztott energiával mennyi dollár tudunk termelni. Ide is tettem három kérdőjelet, mert nem igazán igazságos ez a mérés, hiszen olyan országok, amelyek mondjuk a bankszektorból, a nemzetközi kereskedelemből élnek, azok rengeteg dollárt föl tudtak mutatni kevés zsúl felhasználásával, például mondjuk Hollandia, Svájc, Amerika, esetleg Japán, bár Japánnál tényleg nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek mondjuk a hatásfok növelésére, kisebb teljesítményű, kisebb fogyasztású, de hasznosabb készülékek gyártására, viszont ők meg rengeteg készüléket gyártanak, úgy érzik jól magukat a japán bőrükben, hogyha nagyon sok pénzért, nagyon sok jenért, meg dollárért, nagyon sok apró ketyerét, műtyűrt vásárolnak, amiről aztán kiderül, hogy annyira sokat nem változtat az életükön. Mi a hatékonyság? Kevés fogyasztással, kevés pazarlással, de sok, mit? Itt most alatta kijött a hőszigetelés, kevés fogyasztással sok hőt előállítani? Hát az megint ugye energia, az jó, hogyha az ember kevés pazarlással jól fűt.
De az igazi hatékonyság az, hogy kevés pazarlással boldognak lenni, kevés fogyasztással jól élni. Tehát ez a bizonyos szegények vagyunk, de jól élünk, ez a bizonyos emberi hatásfok, hatékonyság, hogy nagyon kevés energiát, pláne kevés fosszilis energiát, pláne kevés szennyező energiát fogyasszunk el, és ennek ellenére az egész család és a környezet és az utca és az emberek és az egész falu és az egész város, az állatok, a természet, mindenki jól él és örül annak, hogy ilyen kevés pazarlással, ilyen sok boldogságot, most nehéz ezt mondani egy fenntartható fejlődés kurzuson, ilyen sok jólétet állítottunk elő, pedig ősidők óta tudjuk, hogy minden embernek a célja, még az energetikusoknak is a fő célja, még a fizikusoknak is az élet célja, én is fizikus vagyok, még a fenntartható fejlődés hallgatóknak is az élet célja az, hogy boldog legyen, hogy kevés pazarlással sok boldogságot előállítani, na ez igazán a nagy kérdés, csak azért nem mondom, hogy $1 millió kérdés, mert annál jóval fontosabb és jóval nagyobb, mint $1 millió. Tehát amíg hatékonysággal számolunk, addig a közgazdászok vizei nevezünk, és látni fogjuk, hogy a közgazdaság sem az utolsó tudomány, hanem azon kívül van még pszichológia, szociológia is, amit a fenntartható fejlődésen használni és tanulni fogunk, hogyan tudunk boldogok lenni, és ehhez milyen energiákat, milyen mennyiségű, milyen szennyezésű, milyen eredetű energiákat használunk fel, és itt menjünk vissza megint az óra vázlathoz, ahol azt látjuk, hogy vannak megújulók, hát persze vannak meg nem újuló energiák is, a fosszilis energiák, de én ezeket már le se írtam, mert mondjuk ez a múlt. Tehát mondjuk azt, hogy valahol egy idő után rájön az ember, hogy minden energiafogyasztásunkat megújuló módon kell megoldani, mert a fosszilisnek hát van egy fő nagy bánata, hogy az kifogy. Tehát a fosszilis energiák azok sem a jövőben nem léteznek, sem ma nem perspektívikusak, és a múltban is legfőjebb tévedésből, vagy ideiglenesen, vagy kompromisszumként elindultunk ezen az úton. Hozzá kell tenni, hogy amit ma láttunk, az mindennek a kompromisszumnak a része, de az egyetlen működőképes megoldás a megújulók használata. Azért foglaljuk össze, hogy milyen fosszilis energiák vannak, és mi fenyegeti őket. Ugye van a kőolaj, erről tudjuk, hogy nagyon könnyen hasznosítható, finomítható, sok célon alkalmazható. Az életünk minden részét átjárja sajnos az élelmezéstől, a műanyagokon keresztül, a gyógyszereken át, az iparig és az energiatermelésig. A közlekedés 97%-a kőolaj alapú, és szennyez, és széndioxidot bocsát a légkörbe, ehhez hozzájárul a klímaváltozáshoz, és kifogy. Tehát a kőolajnál leginkább abban bízhatunk, hogy hamarabb fogy ki, mint túl nagy bajt csinálna. Már az is elég nagy baj, hogy ennyire rá vagyunk szokva, ennyire rá vagyunk utalva, ennyire rá vagyunk bukva a kőolajra. Ez egy csapda. Én a kőolajat nem ásványkincsnek, hanem ásványcsapdának szoktam nevezni. Ez azt jelenti, hogy pont amikor ki fog fogyni, addigra már nagyon erősen rá leszünk szokva, és ugyan mit csináljunk a kőolaj helyett, ha utána számolunk, a mai értelembe véve nincs alternatívája, tehát nincs olyan folyékony, nagy energiasűrűségű anyag, amelyet könnyen és olcsón elő tudnánk állítani, és megújuló módon. Tehát ezek az álmok, amik a bioetanolról, biodízelről szólnak, ezek majd mind látszik, hogy újságírói téveszméken alapulnak. Aztán van a szén. Ha lehet, még többet szennyez, még több széndioxidot bocsát ki. Egyáltalán nem perspektívikus. Rengeteg szén van a Földön, de ha azt mind elégetjük, az biztosan megárt a klímának, hiszen jóval több szén van a Föld alatt, mint amennyi szén található a légkörben. Tudjuk, hogy a szén, az üvegház, a széndioxid az üvegház hatásnak, tehát a légköri karbon, így szokták mondani, az üvegház hatásnak egy fő
tényezője, nem a legfontosabb tényezője, de nem is elhanyagolható tényezője, nem akarjuk a mennyiségét meghatszorozni. Kérdés, hogy van-e ilyen mennyiség? Hát kiderül, hogy van ilyen mennyiség, például szénből a Földön. Ezt ha máshonnan nem, akkor a Számolások című jegyzetből meg lehet tanulni. A Számolásoknál ott néhány elemi számítást, ez is érdekes volt ez a kép, a sivatagban a laptop, hát itt még nem a sivatagban, hanem a tanteremben használjuk a laptopot. A Számolásoknál kiszámoltuk, hogy egy emberre hány négyzetméter jut a Földön. Hát persze ezek számok, amiket meg lehet jegyezni, de még jobban tudjuk, hogy hogyan lehet ezeket összeszorzással és elosztással kiszámítani. Hány négyzetméter jut egy ember a Magyarországon, ebből már kiderül, hogy csak egy hektár, kb. 10.000 négyzetméter van fejenként. Hogy egy 100 kWh-s fogyasztás havonta mennyi teljesítménynek felel meg. Na tessék, akkor kiderül, hogy itt viszont a kilovattórát el kell osztani órával, egy hónapban 30-24 óra van, így fog kiesni nekünk az óra a képletből, és akkor 0,139 kilovattot kapunk. Itt ki van számolni, mennyi fa jut egy emberre évente, kiderül, hogy tized annyit, mint amennyit gondolnánk, mennyi napenergia jut egy négyzetméterre, és hát persze a széndioxid keletkezés is, ki van számolva, például 1 kg szén elégetéséből 3,67 kg széndioxid keletkezik. Ez karbon egyenértékben, szén egyenértékben persze továbbra is 1 kg, de ha viszont köbméterben mérjük, ugye ha a köbméterben mérjük, akkor nem ezt az osztást kell elvégezni, hanem azt, hogy egy kilogram, ugye hány mol, mivel a szén 12 gram mol tömegű, ezért egy kilogram az olyan 83 mol környékén van, ezt megszorozzuk 24 literrel. Hát most már akkor itt bele is írom akár ebbe, hogy 83,3 mol szorozva molonként 24 literrel. Az egyenlő 'hát ugye ha 4-jel szorzunk, akkor 100 litert kapunk, ha 40-nel szorzunk, akkor 1000 litert, 1 köbmétert kapunk, ha 83-mal szorzunk, akkor olyan 2 köbméter, tehát kb. 2 köbméter, 2000 liter egyenlő 2 köbméter széndioxidot kapunk, ami rengeteg, hiszen nem kevés kilogram szenet és nem kevés liter benzint égetünk el, és ebből ugye keletkeznek ilyen üvegházhatású gázok is, nem egyedül a széndioxid, mert nitrogénoxidok is keletkeznek, stb. És hogyha tovább vizsgáljuk, akkor azt kapjuk, hogy négyzetméterenként a Földön ha 5-10 kilogramnyi mennyiségű szén fordul elő, a légkörben viszont 1-2 kilogram, tehát hogyha az összes szenet felhozzuk a Föld alól, akkor éppen beteszünk a légkörnek, tehát olyan klíma megbolondulást, klíma összezavarodást fogunk létrehozni, amilyet a legnagyobb katasztrófák idején ért át a Föld. Hát aztán vannak egyszerűbb számítások is, hogy egy köbméter földgázból egy köbméter széndioxid keletkezik. Mennyi a széndioxid a fejünk felett, mennyi a szén a talpunk alatt? 1,5 kg szén egyenérték, tehát olyan 5-6 kilogramnyi széndioxid van a fejünk felett négyzetméterenként, és 5-10-20 kg a lábunk alatt. Ebben már beleszámoltam nem csak a szenet, hanem minden széntartalmú anyagot, tehát például a metánklatrátokat is, amiből szintén rengeteg van. Nem igazán erőforrás, nem igazán tüzelőanyag vagy üzemanyag, hanem inkább egy pokoli csapda, egy időzített bomba, amely arra szolgál, hogyha véletlenül megindul a klíma melegedés, már tudjuk, hogy egy kicsit meg is indult, akkor
a metán klatrátok is a levegőbe kerülhetnek, és azoknak még nagyobb az üvegházhatásuk. Na, ezt nem lenne helyes mind a levegőbe visszajuttatni, van is egy ilyen mondás még az 50-es évek, hogy elvtársak, a széncsatát megnyertük, a szén alul maradt. És ma kiderül, hogy a széncsatának ez az értelme, hogy a szénnek, az olajnak, a földgáznak alul kell maradnia. Az olaj felével sajnos már végeztünk, tehát így előbb-utóbb az ár is meg fogja mutatni, hogy na ennyiért már nem tudunk benzint vásárolni, mi legalábbis nem, aztán lehetséges, hogy még valahol Amerikában, Kínában, Iránban még telik az olajra, de a szénnek sosem fogunk a felével sem végezni, hiszen nem fér el annyi szén a padlásunkon, és sajnos a szén nagy része ott is marad a légkörben, tehát látjuk, hogy a fölbocsátott szénnek a fele az a légkörben marad, a másik fele a tengerekbe kerül, és lényegében semmi hasznos nem történik vele. Hát kérdezik, hogy mennyi fosszilizálódik belőle, hát kiderül, hogy 1/4 század része. Tehát a fák nem fosszilizáló gépek. A fák azok a széndioxidot megkötik, kibocsátják, belélegzik, kifújják, valójában lélegeznek is a fák éjszaka, valójában el is égetjük a fát, vagy ha nem, akkor kidől a fa, elkorhad, vagy leég az erdő egy villámcsapástól. Tehát amikor az derül ki, hogy mennyi a napenergia hasznosulása, erről mindjárt fogunk tanulni, akkor 1/3 watt négyzetméterenként, tehát 1/3%-nál is kevesebb napenergia hasznosul az erdőben, és még ebből is csak 1/4 század rész fosszilizálódik, tehát magyarán a fosszilizálódásra, a fosszilis energiákra, erre a folyamatra, mint olyanra nem számíthatunk, csak a megújuló energiákra számíthatunk hosszú távon. Na és akkor itt megjelenik a földgáz, amiről tudjuk, hogy nem is olyan nagyon szennyez. Hát persze széndioxidot ez is kibocsát, de hát a földgáz fele azért mégiscsak hidrogénből van. A földgáz az a legtisztábban ég, nem is véletlenül terjedt el a városokban. A mai városi népsűrűséget, ami egyébként is fenntarthatatlan, földgáz nélkül nem nagyon tudnák ellátni iparszerű módon. Ez persze nem azt jelenti, hogy a földgázra van szükség, hanem a városokat kell átgondolni, ugyanis a földgáz sem megújuló, de nem csak, hogy nem megújuló, hanem még klímahatású is, ugye a szivárgó metán az erősebb klímahatású gáz, mint a széndioxid, de ha elégetjük, akkor meg széndioxid keletkezik, meg vízgőz is keletkezik, és mindezek a légkörben pluszként jelentkeznek, tehát fosszilis eredetű hozzáadások. Na most a megújulóknál szokták emlegetni azt, hogy szennyezés, hogy hát a megújuló energiák azok tiszták, azok nem szennyeznek, mert süt a nap, mert fúj a szél, és nem füstöl a kémény. Hát alapvetően ez egy tévedés. Tehát minden energiánál persze hozzá kell tenni, hogy nem csak a megújuló energiáknál, hanem különösen a fosszilis energiáknál bizony van szennyezés is. Például az adott erőművet föl kell építeni, ha az szélerőmű, akkor vasból le kell gyártani az oszlopot, ha az naperőmű, akkor szilíciumot kell hozzá előállítani homokból, ha az egy szénerőmű, akkor rengeteg tégla és beton van benne, ha atomerőmű, akkor az uránt is ki kell bányászni, a betont is oda el kell helyezni, az olmot, a vasat, az acélt, csöveket, mindenféle anyagokat el kell helyezni, tehát olyan, hogy tiszta energia egyáltalán nincsen. És ezért már is meggondolandó, hogy ha az ember energiával számol, akkor minél kevesebb energiával kéne számolni, annál kevesebb lesz a szennyezés is. Vajon milyen szennyezések fordulnak elő a megújulók világában? Hát például, ha a fát, vagy kukoricaszárat, szalmát, biomasszát elégetjük, sajnos az is füstölve ég el, de azt hozzá kell tenni, hogy jó hatásfokkal, jó erőművekben, jó tüzelőberendezésekben el lehet égetni úgy a fát is, hogy majdnem olyan tiszta legyen a füstje, mint a földgáz
füstnek is. Ez persze továbbra sem jelenti azt, hogy a városok elláthatók lennének fával, mert sajnos a városoknak nem csak a levegője szennyeződik, hanem nagy a népsűrűségük, és nincs a környékén megfelelő mennyiségű megújuló energia egyáltalán. Tehát a városok közelében sem szélenergiából, sem vízenergiából, hát ritka kivétel mondjuk Ausztria, Svájc, sem biomasszából, fából, erdőből, energiaerdőből, kukoricából, szalmaszárból nincsen annyi, amennyi kellene egy város üzemeltetéséhez. Tehát például Ausztriában vannak olyan városok, amik nagyon büszkék, hogy energetikailag önellátók, például szőlőt termesztenek, és a venyigével vagy a szalmával egy erőművet működtetnek, valóban ellátják a városnak mondjuk a villamos energia fogyasztását szinte azt lehet mondani 100%-ig, legfeljebb egy kis kiegyenlítésre itt-ott néha szükség van. De akkor még mindig nem beszéltünk annak az adott településnek a közlekedéséről, akkor még mindig nem beszéltünk az adott település építőanyagairól, föl kell építeni azokat a házakat. Még mindig nem beszéltünk az összes élelemről, amelyhez azon kívül, hogy a nap süt és nő a búza, azon kívül még fosszilis energiát használnak a traktorok vontatás, a traktorok vonóerejének a biztosítására, az élelemfeldolgozásra, hiszen nem elrágcsálják az emberek a búzaszemeket, hanem megőrlik, kisütik, és akkor mi mindig csak a kenyérnél vagyunk. Mondjuk egy ausztriai településen nem az a jellemző, hogy a fő táplálék a kenyér, hanem mindenféle előre csomagolt, előre fogyasztott, lehűtött, mélyhűtött árut, megfőzött termékeket kivesznek a dobozból, kivesznek a konzervből, beraknak a melegvízbe. Azt a melegvizet azt lehet, hogy helyi energiával állítják elő, bár olyan ausztriai településről nem tudok, ahol mondjuk a biogáz termelés is nagyon magas lenne. A megújuló, mondjuk fa alapú áramtermelés is elegendően nagy lenne, és ahol mondjuk a saját vonóerejüket teljes mértékben növényolajból el tudnák látni, elképzelhető, de ez már azért talán inkább nem egy nagyváros, hanem egy kisváros vagy község mai Magyarország értelemben. Tehát mondjuk egy község vagy egy falu a saját területén tényleg elő tudna állítani annyi energiát, amennyi egy nagyon takarékos, nagyon hatékony, nagyon meggondolt megújuló energia fogyasztáshoz kell. De ez sem oldja meg a megújulóknak a szennyezését, hiszen itt is van például veszteség. Tehát a megújulóknál még inkább számolni kell azzal, hogy valamennyi energiát hasznosítunk, például kipréseljük a növényolajat, a többi az kérdés, hogy mire hasznosul, például állatokkal föl lehet etetni, még kazánokba el lehet égetni a olajpogácsát, és így tovább. Tehát van szennyezés, van füst, van veszteség, de átgondoltan ezzel is lehet számolni, csak érdekes módon a mai világban többnyire nem ezen gondolkozunk, hanem még mindig ott tartunk, hogy növeljük a teljesítményt, vagy a hatékonyságot, esetenként a hatásfokot is, ez igaz, tehát a hatásfok növelése, a kisebb veszteség, ez valóban egy fő célja minden tőkésnek, hiszen kevesebb energiával több terméket lehet előállítani, de utána aztán a reklámmal meg ezt a sok terméket el is akarják adni, tehát összességében nem az a jellemző, hogy csökken a fogyasztás vagy a szennyezés, hanem hogy nő, és hogy a megújulóknak a részaránya pedig egészen csekély, és azért nem tud növekedni, mert közben az összfogyasztás még mindig növekszik. Lépjük egyel tovább, következik a sport fizikája, illetőleg hát ehhez majd egy picit még a közlekedést is hozzá kapcsoljuk. Hát a sport fizikája az emberi energiának a fizikája. Mekkora energiákkal, teljesítményekkel bír egy ember, és ebből hogyan lesz hasznos munka? Hát ugye a sportfizikája viszonylag egyszerű mechanikai összefüggéseken alapul, például a karunk az egy emelő
amelyben csuklók vannak, és az emelő áttétel szabályai szerint az izmok meghúzzák az emelő karját, és az erőször erőkar hatás, törvényének megfelelően létrejön valamilyen hatás az ujjaink vagy a csuklónk végén. Tehát így dolgozunk, így emelgetünk, így mozgatunk, így hajolgatunk, sőt, hát a lábunk is így működik, tehát nem kerekeken gördülünk, szinte sullódásmentesen, ugye egy golyót, ha elindítunk a sima folyosón, akkor akár a folyosó végéig is elgurul. A biciklis nagyon jó gurul viszintes terepen, hogyha nincsen szembeszél, de az izmainkban valamilyen munkát kell végezni ahhoz, hogy a lábunk megmozduljon, hogy a karunk megmozduljon, és egy tárgyat vagy önmagunkat elmozdítsuk. Na most néhány adatot meg lehet jegyezni, például az, hogy az ember legnagyobb sebessége nagyjából 10 méter per szekundum körül van. Nyilván egy sprinter 1-2 másodpercig ezt túllépheti, de már a 100 méteres síkfutás eredményeiből tudjuk, hogy ez a 10 méter per szekundum elég reális, és évtizedek alatt is alig lehet rajta valamit változtatni. Hát ennyi az embernek a sebessége, ilyen gyorsan tudjuk szedni a lábunkat. És kérdés, hogy mennyi az embernek mondjuk a teljesítménye, vagy a hatásfoka? Hát az derül ki, hogy az ember teljesítménye 100 watt körül van, ami nem jelenti, hogy 1000 wattos nem tudna lenni pár másodpercig, de folyamatosan egy fizikai munkás úgy, hogy hajolgat, emelget, rakosgat, tologat, húz, 100 wattra lehet számítani, vagyis másodpercenként 100 zsúl, és nem több. Tehát az ember akár egy egész munkanap alatt nem végez annyi munkát, mint amennyit játszva kifizet a mai benzin és villamosenergia árak mellett nap mint nap a villanyszámlában. Nem kell ezt a 100 wattot lebecsülni, mondhatnánk azt is, hogy az ember nagyon hatékony. Ebből a 100 wattból például 40 watt a gondolkozás, és azért mi mindent kigondoltunk már életünkben, például most éppen a megújuló energiákról, vagy az energiahatékonyságról gondolkozunk. Vagy 100 watttal az ember fölássa a kertet, és első nap még olyan nagyon kevésnek tűnik, hogy hát itt is egy kis ásás, ott is egy pár sor, de aztán 5-10 nap múlva a kert föl van ásva, és hogyha valakik nekilátnak ásni, és mondjuk egy hónapig ásnak, és utána vetnek, és utána, amikor kikelt, akkor utána 3 hetenként a sorokat végsarabolják, akkor lényegében mondjuk krumpliból, kukoricából lényegében a teljes energiaszükségletüket fedezni tudják, abszolút megújuló módon, tehát nem azt mondom, hogy ókori vagy középkori, de újkori módon, tehát akár a 19. vagy a 18. században is éltek így emberek, sőt az emberek többsége így élt, hogy a saját erejéből kiment, megforgatta a földet, elvetett, lealatott, félretette a magot, és a következő évben is fönntartotta a családját. Ugye Írországban például egyetlen ásóval egy paraszt el tudta látni burgonyával a családját egész évre, hát egészen addig, míg be nem jött a burgonya vész, ami sajnos megtizedelte Írországnak a lakosságát, de ez nem az áson vagy az emberen múlt, hanem egy átgondolatlanságon, hogy nem kellett volna Amerikával annyit kereskedniük, hiszen ha átjött Amerikából a burgonya, és ott maradt volna a Colorado bogár, vagy a késői burgonya rothadás betegsége, akkor mai napig Európában lenne egy kártevőmentes állomány, és sokkal kevesebb vegyszerrel, sokkal több élelmet tudnánk termelni. Mindenkinek ez lenne az álma, nem kellett volna olyan sokat járogatni az új világba, hiszen akkor közlekednek a kártevők is. Na nézzük tovább, hogy a 100 watttal mit tud az ember még csinálni. Hát például tud közlekedni. Ez azért érdekes, mert 100 watttal egy átlagos biciklista nem kis sebességgel halad. Kis sebességgel, ilyen nyugdíjas néni szintjén akár 30 watttal is lehet kerékpározni, ha nincs szembeszél. 77 watttal lehet gyalogolni. Tehát a nyugalmi energiafogyasztásunkhoz képest, amikor a szívünk dobog és lélegzünk, ehhez képest plusz 77 watttal az ember egyenletesen gyalogol az utcán, és 30 watttal
öregnéni stílusban kerékpározik az utcán, és 100 wattos kerékpáros az jó sebességgel, sportos sebességgel halad, és még csak nagyon meg sem izzad. Tehát ahhoz, hogy rendes edzés jellegű kerékpározás legyen, ahhoz körülbelül 200 wattos teljesítményre van szükség, akkor az ember már ilyen hegymenetben, lihegősen, izzadósan tekeri a gépet, és eljut A pontból B pontba. Ezt azért mondom, mert a 20. századra, vagy a 21. századra kialakult, hogy közlekedni már pedig nem lehet mással, csak kizárólag autóval, vagy repülővel, vagy különböző drága és bonyolult közlekedési eszközökkel, szupervasutakkal. Most gyorsan közlekedni valóban nehéz, bár itt is bejön a hatékonyság kérdése, hogyha valaki például többet költ az autójára, és azt a pénzt meg is kell keresni, több időt fordít az autójára, annak a javítatására, annak az etetésére, annak a megvásárlására, a parkolódiakra, mint amennyi a saját fizetése, akkor vajon érdemes-e A pontból B pontba autóval eljutni. Tehát hiába számoljuk ki, hogy ezt az utat meg lehet tenni autóval 30 perc alatt, de kiderül, hogy hozzá még 2,5 órán keresztül kell dolgozni az üzemanyagért és a parkolójegy áráért és az autó amortizációjáért, és akkor valójában ez nem egy fél órás út volt, hanem egy 3 órás út volt, és 3 óra alatt pedig bárki meg tudja tenni azt az utat, még akár gyalog is. Most a közlekedésnél nézzük meg, hogy milyen teljesítmények vannak. Ugye az előbb mondtuk, hogy az ember 100 wattos, és ezzel lehet gyalogolni is, meg biciklizni is. Mindent ehhez fogunk viszonyítani. Én javaslom, hogy mindenki inkább a 100 wattos emberhez viszonyítson, mint a 100 000 wattos autóhoz. Ugyanis az autó a 100 000 wattos, és a környezetünkben lévő fogyasztók közül lényegében a legnagyobb. Tehát amivel egy átlag ember találkozik, nem a hajszárító, nem a vasaló, azok is nagy fogyasztók, nem a Turmix gép, vagy a habverő a nagy fogyasztó, még csak nem is a villanyboiler, bár az 2000-3000 wattos, nem a mosógép, ez a legnagyobb fogyasztók a háztartásban, hanem a háztartás mellett mondjuk az épülethez csatolt garázsban az autó. A fűtés is elég nagy fogyasztó, de szerencsére az nem megy egész évben. Nyáron például nem kell fűteni, szerencsére a magyar klímán hűteni sem kell, árnyékolni azt. Igen, tehát nem a légkondicionáló a megoldás egy hivatalnak vagy egy háznak a hűtésére, hanem a megfelelő mennyiségű fa árnyékoló elültetése. Az északi oldalon inkább örökzöldek, a déli oldalon lombhullatok, hogy télen is jó legyen a világítás. Tehát visszatérve a fűtésre, a fűtés és a közlekedés egy átlagos magyar háztartásban nagyjából azonos energiafogyasztás, és a legnagyobb energiafogyasztások ezek, ha mondjuk az élelmiszerrel, iparcikkekkel még egyelőre nem foglalkozunk, mert azok tárgyak. Tehát amiért fizetni kell, a villany, a benzin, a gáz, ezek közül azért mégis a legkiemelkedőbb a közlekedés és a fűtés. De attól függ, hogy az illető mivel fűt és hogyan közlekedik. Mert hogyha mondjuk gázzal fűt és rosszul van hőszigetelve, akkor nagyon sok lehet a fűtés, de fával jóval olcsóbb, hőszigeteléssel meg lehet, újjá lehet varázsolni egy házat, sokkal kisebb lesz a fűtésszámla. A közlekedés pedig attól függ, hogy tömegközlekedéssel vagy kerékpárral közlekedik-e néhány 100 wattos átlagos teljesítménnyel, vagy pedig autóval, ami néhány 100 000 watt, de még átlagosan is nagyon sok. Attól függ, hogy valaki hány órát autózik egy nap, fél órát, 3/4 órát, 1 órát. Ez az összes fogyasztásából, összes folyamatos fogyasztásából akár a harmada, a fele is lehet. Tehát Magyarországon, ugye az előbb mondtuk, hogy egy ember 100 wattos, ugye ez a saját teljesítménye, ezt élelemből állítja elő. De az összes fogyasztás egy embernek körülbelül 4000 watt. Ebben már az iparcikkek is benne vannak, a mezőgazdasági termékek is benne vannak. Most hogy lesz a 100 wattból 4000 watt? Az összes többi az lényegében fosszilis energia.
Tehát úgy lesz az 100 wattos emberből 4000 wattos ember, hogy ehhez jön a villany, ami néhány száz watt, jön az autó, ami vagy 1000 watt, vagy 1500, vagy 2000 watt, vagy 2500, attól függően, hogy ki mennyit autózik. Ehhez jön még a fűtés, ami megint ilyen 1000 watt körül van, attól függ, hogy jó hatásfokkal fűt, vagy rossz hatásfokkal fűt. És hát vannak emberek persze, akik Magyarországon 4000 watt alatt vannak, én ezeknek drukkolok. Idős néni megoldja magát kevés fogyasztással, egy helységet fűt, nem autózik, 1000 watt. Még talán fönntartható is a fogyasztása, tehát ennyi fosszilis energia még kezelhető lenne, kiváltható lenne megújuló energiákkal. Ennyi fosszilis energia átmenetileg még létezik is, nem fog kifogyni egyik napról a másikra. És van, aki pedig a 4000 watt fölött van, például tipikusan egy üzletkötő, aki a munkájához is járműveket használ, és a munkájával is fogyaszt, tehát gépeket használ a munkahelyén, elmehet a 10.000 wattig is, és akkor vagyunk egy átlag európainál, és elmehet a 20.000 wattig is, és akkor vagyunk egy átlag amerikainál, vagy egy arab emírségek beli embernél, de sem az arab emírségek, sem az USA, sem az Európa nem él fönntarthatóan, még Magyarországon húzódik valahol a fönntarthatóságnak a határa, hogy na, ennyi energia van, vagy nincs. Ezt nyilván az ökolábnyomból lehet majd kideríteni, ennek is utána fogunk persze számolni. Tehát a közlekedés fizikájára az jellemző, hogyha valaki egy monstrummal, tehát mondjuk egy 1000 kg-os karosszériával, nagy sebességgel akar gyorsulni, lassulni, egyik helyről a másik helyre átjutni, akkor ehhez 100.000 wattokra van szükség. Egyre jobb az autóknak a hatásfoka, és ennek ellenére nem csökken a közlekedésnek a fogyasztása, mind a mai napig nő. Tehát látjuk, hogy nem a hatásfokkal van probléma, hogy az autóknak nem javult a hatásfoka, hanem hogy a nevezőbe sajnos tényleg mindent bele kell számolnunk, és a benzin az nem keletkezik a bokor aljába, hanem valahonnan Szibériából vagy Kuvaitból hozzák, finomítják, és így tovább. Hogy a hatékonyságban mit értünk bele? Na, kevés pazarlással sok boldogságot kellene előállítani. Kérdés, hogy tényleg ennyi autózással, ennyi sok vattal mennyire boldogok az emberek, ahogy én elnézem az autósokat, hogy eléggé anyáznak. Tehát eléggé feszültek, eléggé bele vannak nőve az autójukba, eléggé érzik ennek a szituációnak a fonák jellegét. Nyilván érzik, hogy az autó mint egy ős mintaszerűen minden terhelését a külvilágra bocsátja. Nézzék meg, hogy milyen a zaj az autó belsejében, és milyen kívül. Mindig kívül nagyobb a zaj, mint belül. Nézzék meg, hogy milyen a szag az autó belsejében, és milyen kívül. Mindig kívül van a kipufogócső. Sosem akarják bekötni az utastérbe. Hát az mondjuk egy nagyon érdekes autó lenne, abban én boldogan utaznék, amelyiknek olyan tiszta a kipufogó gáz, hogy be lehet kötni az utastérbe, és nem hallnak meg az utasok. Hát sajnos, ha az autónak a kipufogó gázát bekötnék az utastérbe, akkor a vezető és az utasok mind meghalnának a legmodernebb autók esetén is. Ez alól talán az elektromos autók kivételek, azoknak rengeteg akkumulátora van. Tehát nem igazán egy humánus, erkölcsös, környezettudatos, természetbarát dolog az autó, hanem egy kifelé irányuló sündisznó, ami belül akar kényelmes lenni, és minden egyéb fogyasztását, zaját, szennyezését a külvilágra terheli rá. Tehát összességében a hatékonyság képletében valahol nagyon-nagyon hátul kullog. Most ennyit azért el kellett mondani, hogy össze lehessen hasonlítani most néhány más dologgal, hiszen rá fogunk térni nem sokára a nap, a föld, az állatok, az élelem fizikájára, hogyan lesz az izmunkban erő, mennyi a biomasszának az égéshője, jól égetjük el a fát, jól égetjük el a gyomrunkban a zsíros kenyeret,
jó hatásfokkal dolgozik-e a szervezetünk, jó hatásfokkal dolgozik-e a föld, vagy a nap, jól süti-e a háztetőinket, és hát ezzel a szünet után fogunk foglalkozni. Tehát az lett volna a kérdésem a sport fizikájával kapcsolatban, hogy egészen pontosan hogyan lehet azt megtudni, hogy egy ember hány wattos. Hát ugye ebben a filmben, amit láttunk, ez az emberi erőmű, itt ráültették az embereket olyan dinamókra, olyan szobabiciklikre, amikre generátor volt kötve, és elállították ezt a 100 wattos mennyiséget. De ezt sokkal hamarabb is lehet tudni, egyszerűen a sportolókat mindig érdekelte, hogy mennyi a teljesítményük. Szobabiciklikben általában van teljesítménymérő is, akkor is, ha nem termeli meg ezt a 100 wattot. Ez is jellemző egyébként, hogy egy átlag magyar szobabicikliben nincsen energiatermelés, lehetne vele egy akkumulátor tölteni, nem töltenek, hanem eldörzsölik az energiát. Van egy dörzsfék, vagy egy mágneses fék benne, és elszórják az energiát a levegőbe, hát mondjuk 100 wattal tényleg melegítik a szobát, ez télen jelentéktelenül, de hozzájárul a ház energia háztartása. Az valóban, hogy egy szobában valaki dolgozik, már az ő teste is termeli a hőt, belülről is fűt, meg a bicikli is fűt, egy szobabiciklis szűk konditeremben lehet érezni, hogy itt azért nem az a nagyon fogvaszoktató hideg van. Most általában a szobabiciklik már mutatják a teljesítményt, és ilyen 100 watt körül értékeket mutatnak. Persze mutatnak 200-at, meg 300-at is, és erre nagyon büszke lehet az illető, hogy jaj, de jó, hogy 'ilyen erős vagyok, és ennyi ideig bírom, de utána leszáll a szobabicikliről, és akkor ezek 300 watt időben elkezd kiátlagolódni. Ha most ténylegesen azt nézzük, hogy egy rabszolgával elő lehet állítani 100 wattot, szerintem nem, inkább három rabszolgával. Tehát három műszakba cserélgetni kell az embereket, és oda kell hajtani, hogy ülj föl, és tekerjél, és 8 óráig esetleg teker, akkor már nagyon hólyagos hólyag nő a fenekére, és akkor leszáll, akkor eszik, akkor pihen. Tehát ha most azt nézzük, hogy ténylegesen az emberek mennyi teljesítménnyel, mennyi erővel rendelkeznek, még a valóság ennél is kevesebb. Azaz megdöbbentő, hogy ezzel a 100 wattal például el lehet jutni A pontból B pontba. Tehát, hogy a kerékpár az nem egy semmi, hanem egy létező közlekedési eszköz, vagy az a csodálatos, hogy ezzel a 100 wattal az emberek fölépítették a piramisokat, fölépítették a katedrálisokat, tehát jellegzetesen nem állati erővel vontatták föl a köveket a 100 méter magas tornyokba, hanem föl csigázták föl, hát ezek általában ilyen taposómalmok voltak, tehát négy ember ment benne körbe-körbe, és azzal kenderkötéllel húzták föl a köveket 50-100 méterenként egész a katedrális tetejéig. De mindaz, amit az emberiség csinált, beleértve a fosszilis energiáknak a kibányászását és felhasználását, ez mindezen a 40 wattnyi gondolkodáson és 100 wattnyi fizikai erőnléten alapult. Na most itt a fizikai és ipar történettel kapcsolatban csak egy pár szót szerettem volna mondani, hogy a fizika fejlődése a mérnöki tudományokkal, tehát az energia egyre hatékonyabb felhasználásával és egyre több energia bevonásával mindig együtt járt. A fizika története az ókortól, a középkortól egészen az újkorig mind-mind a megújuló energiákon alapult, tehát fából készültek az Archimédésznek az emelői, és fatüzeléssel működtek a középkori kunyhókban, a viskókban a fűtés, vagy akár a palotákban is a fűtés. És még ahhoz is fát használtak föl, hogy az első gőzgépekhez szenet tudjanak kitermelni a angliai szénbányákban. Utána aztán a fa eltűnt, ugye ez eleve fönntarthatatlanságnak a jelképe, hogy a szénbányák környékén eltűnt a fa, viszont megjelent helyette egy nagyobb energia sűrűségű, hatékonyabb tüzelőanyag, de hát sajnos fosszilis tüzelőanyag a szén, és ezzel elő tudtak állítani először mesterséges energiát, tehát nem állati energiát, nem emberi energiát, nem megújuló energiát, hanem
hát ezek körfolyamatokra, termodinamikai körfolyamatokra alapuló energiák, tehát gőzgéppel, vagy gáz turbinával, vagy dugattyús motorokkal elő tudtak állítani forgást, elő tudtak állítani haladó mozgást, emelést, és más ehhez hasonló energiákat. Ugye itt már is szóba jön ugye a biomassa égés hője. Látjuk, hogy 10 és 50 megajoule per kilogram között van bármilyen tüzelőanyagnak az égésője. 10 alatt azért nem jegyezzük, mert akkor általában már meg se lehet gyújtani. Tehát akkor az már inkább virágföld, de nem tüzelőanyag. És 50 megajoule per kilogram az meg inkább már a nagyon erősen tisztított kémiailag és energetikailag nagyon jól előkészített fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozik. A kettő között azonban nem olyan nagy a különbség. Tehát az, hogy valaki eléget 2 kiló fát, és ez egyenértékű mondjuk 1 kiló szénnel, vagy 1 köbméter gázzal. Igen, tehát hogy a fa az egy, a biomassa, itt nem csak a fáról van szó, hanem szalmáról, kukoricaszárról, repceszárról, és egyéb melléktermékekről, törekpejből, ez mind elégethető. Ezek nagyjából ebből a 10-20 megajoule per kilogram tartományban vannak, és a 20-30 megajoule per kilogram, vagy a 30-40 megajoule per kilogram, az meg a fosszilis energiák tartománya. Nem látszik az az őrült nagy különbség, hogy akkor miért nem fát használnak az emberek, és miért inkább benzint. Azért, mert 3-szor nagyobb az égéshője. Tehát én nem hangsúlyoznám túl az égéshőt, mert egy kicsivel több fát fogyasztanának. Hát azért, mert a benzin sokkal finomabb, sokkal rendezettebb energia, sokkal kényelmesebb a használata, és a rendezett energiáról azért most mondanék egy pár szót. Ugye a napból rengeteg energia áramlik a Földre, és ezt mindenki tudja. A legtöbb biológia könyvben ez van leírva, hogy hát a nap látja a Földet energiával. Sajnos ez így nem igaz. Ugyanis a Föld megkisugározza a hőt éjszaka, és ha nem sugároznák ki, akkor lenne őrült nagy baj, hiszen akkor fölmelegednénk. Az lenne aztán az igazi globális fölmelegedés, hogyha csak egy éjszaka, vagy mondjuk így, hogy egy hétig egyetlen éjszaka sem sugároznák ki azt a hőt, amit az előző nap kapott a Föld, akkor már egy hét múlva kezdenénk belepusztulni, mert annyira megnövekedne a Föld minden területén a hő. Tehát a Földnek éjjel-nappal hőt kell kisugároznia, és lényegében az a nap és a Föld között a kapcsolat, hogy a napból rendezettebb energia érkezik a Földre, majd ez itt átváltódik, fölváltódik rendezetlenebb apró pénz energiára, hőre, és kisugárzódik. Tehát igazából a naptól rendezettséget kapunk energiaformájában, ez is igaz. Most a napban az energia a magfúziós energia, mondhatnánk nagyon tiszta, mert hidrogénből, hélium, az egyik nem mérgező gázból egy másik ártalmatlan gáz keletkezik, hát persze 10 millió fok azért kell hozzá, de már próbálkoznak vele. Sajnos az atomenergia a mai állapotában egyáltalán nem olyan tiszta, nem annyira olcsó, nem olyan tökéletes, mint a napból jövő energia. Én egyébként úgy látom, hogy nem is nagyon lesz. Tehát most nem akarok jóslatokba bocsátkozni, de például az, hogy a magfúziót kutatják, és 40 év múlva fogják tudni megmondani, hogy egyáltalán lehet-e magfúziós energiát csinálni a Földön békés céllal, mert ugye termonukleáris bombák azok már az 50-es évek óta vannak, tehát rossz célra már sikerült felhasználni a nap folyamatait, de jó célra vajon valaha is felhasználhatjuk-e. Még az sem biztos, hogy ez a fő cél. Tehát itt az előbb elmeséltem a kamerába, hogy kevés pazarlással sok boldogságot kellene elérni. Ugye ez itt a jelszavunk, hogy fenntartó fejlődés, kevés pazarlással sok boldogság, az az igazi hatékonyság. És milyen érdekes, hogy mindenki sok energiára vágyik, hogy milyen jó lenne, ha lenne magfúziós energia, mert akkor rengeteg energiával mit csinálnánk? Hát rengeteg energiával szárnyalna a nehézipar. Például építhetnénk még néhány új kolontárt. Vagy rengeteg energiával nagyon sok szemetet újra lehetne hasznosítani. Ugye tudjuk, hogy az újrahasznosítás is energiaigényes.
Más kérdés, hogy azt a szemetet meg se kellett volna termelni, nem kellett volna eldobni, nem kellene szétválogatni. Tehát ez az egész szemétválogatás, ez egy nagyon sziszifuszi munkának tűnik, ahol az emberek ingyen dolgoznak azért, hogy előállítsák azt az állapotot, hogy ott az alma is megeszem. Hát persze úgy, hogyha ráteszem az almát egy habtálcára, és aztán becsomagolom fóliába, és akkor leszedem a fóliát, és mit csináljak a habtálcával, és akkor ezt még mind újra kéne alakítani, és az alma magból almafa lesz, ugye ezzel nincs probléma, de a fóliából mi lesz? Abból nem lesz fóliagyár, abból szemét lesz. Most a nap és a föld között ezek szerint egy rendezettségi viszony van, és ebből él a Földön az összes növény, ugyanis a növényeknek sem energiára van szükségük, ahogy azt a biológusok gondolják, hanem rendeződésre. Tehát a növények rendkívül kevés anyagot és energiát vesznek föl, lényegében hát annyi anyagot vesznek föl, amiből fölépítik a testüket, a többit ki is lélegzik. Tehát fölveszi, leadja, párologtat. Fölszívja a vizet, elpárologtatja a vizet. Tehát anyag mozgatásra például használja a vízáramot. Vagy fölveszi a levegőt, egy pici kis széndioxidot kivon belőle. Ugye láttuk, hogy a fák azok nem fosszilizáló gépek. Tehát nem arra vannak optimalizálva, hogy minél több cellulózt állítsanak elő, hanem arra, hogy na, mire vannak a fák optimalizálva. Ez egy kérdés volt, úgyhogy lehet akár az operatőrnek is válaszolni. Mi az evolúciónak a végső ultima rációja, végső... Túlélés. A túlélésre, így van. A fák arra gyártják a cellulózt, hogy 40 méter magasak tudjanak lenni, mert akkor le tudják előzni a 36 méter magas fákat, és egy picivel több napfényhez tudnak jutni, tehát túlélésre vannak optimalizálva, és ennek egyik mellékterméke a cellulóz, amit mi boldogan 60-80 év elteltével kivágunk, lefektetünk a földre, összedalabolunk és eltüzelünk, annak legyen módja szerint. Ez nem is rossz dolog, mert visszakerül a körforgásba. Annyiból rossz, hogy nem a harkály fog rajta kopácsolni, hogy nem a gombák fogják megemészteni ezt a fát, hanem a tűz. De összességében a föld összes energiája az a napból származik, és rendezett energia érkezik a napból, ez a fény, és átalakul kevésbé rendezett energiákká, mivé. Hát például van ilyen, hogy víz és szélenergia. Ez mind napenergia. Tehát attól mozog a szél, hogy a nap süt, és nem egyformán süt éjjel-nappal, nem egyformán süt a tengereken és a hegyekben, és emiatt megmozdul a levegő. És ha már 10 vagy 20 méter per szekundummal mozog a levegő, abban már elég sok energia is van. A növényekből élnek az állatok, szintén rendezettséget vesznek föl. Az ember nem gondolná, hogy azért kell kajálnunk, hogy a testünkben ne salakanyagok halmozódjanak halomra, hanem föl tudjuk építeni a csontjainkat, az izmainkat. Az állatok, az emberek is nagyon kevés anyagot vesznek föl. Egy gyerek, amikor nő, akkor fölvesz annyi anyagot, amennyiből a teste fölépül, és így lesz 20 kilóból 40 vagy 50 kilós egyed. Az állatoknál is valamennyi anyag végül is benne marad az állatban, de a legtöbb csak átmegy rajta. Bemegy egy rendezett táplálék, és kimegy. Egy érdekes módon a körforgásban mégiscsak hasznosuló, rendezetlenebb salakanyag. Tehát, hogy a trágya az egyáltalán nem szemét. Mert azt utána a baktériumok tovább alakítják, abból megint talaj lesz, a talajból a növények felszívják az ásványanyagokat, és a napenergiával újból növényi anyag állítják, és ezzel hibátlanul záródik a kör. Illetőleg az előbb már láttuk, hogy ebből a körből is van egy pici kizáródás, amikor az anyag egy része elvész a körforgás számára, és ez 1/4 század résznyi mennyiség, ez fosszilizálódik. Tehát az, amit mi szénbányákként megnyitunk, ünneplünk, feltárunk, az valójában valamikor évmilliók alatt nagyon-nagyon lassan, de kizáródott a körforgásból, és így ennyivel kevesebb szén van mondjuk a talajban vagy a levegőben, és ennyivel több van mondjuk a tárolóban a föld mélyén. Ha most onnan fölhozzuk, és már ha nagyon gyorsan hozzuk föl, akkor az öngól. Tehát, hogyha a szenet a bányából nem 1 millió év alatt hozzuk föl, hanem 100 év alatt, akkor ne csodálkozzunk, hogy akkor annak tényleg nagy hatása van, rengeteg energia, rengeteg hatás, rengeteg
hasznos dolog, és rengeteg szennyezés, és rengeteg szén-dioxid visszakerül például a légkörbe. Most az állatok és a mezőgazdasági gépek között itt a vázlat szerint egy pici párhuzamot azért vonnék, hiszen az embernek ugye a 106-os energiája mellett néha állati energiát is volt alkalma működtetni, tehát nem csak azért tart az ember tyúkokat, hogy megegye a tojást, vagy nem csak azért tart nem tudom én marhákat, hogy annak a tejét hasznosítsa, hanem tényleg igavonó állatokat is tartottak az emberek, bivajokat, bikákat, ökröket, lovakat, szamarakat, és ezekkel dolgoztattak. Most a legtöbb állat, hát talán az elefánt egy kicsit erősebb, de a legtöbb állat ilyen 1000 watt alatti. Tehát az egy lóerőt, ezt 756-ban határozta meg James Watt, 739 watt, ha jól emlékszem, de ennyit sem tud a ló. Tehát, hogy a ló, a bányaló, amelyik húzza a csilléket naphosszat, az valójában inkább 200-300 watttal terhelhető folyamatosan, mert hát ő is elfárad, aztán zabot eszi, akkor cserélni kell őket, megvakul, ürít. Tehát mindenféle csinálnak az állatok, megint csak az állatok nem munkagépek, hanem a túlélésre vannak specializálva. Egy ló például nagyon jól el tud futni, mondjuk az oroszlán elől, és a bányalónál ez nehezen értelmezhető. A mezőgazdasági gépek azok látszólag munkavégzésre vannak specializálva, hiszen betöltjük a gázolajat, és utána felszánt, mint a gép. De tényleg, tehát látványosan gyorsabban szánt egy traktor, különösen egy mai több megawattos traktorok ezek már, mint mondjuk, amikor lóval nekiáll az ember és szántogat. Hozzá kell tenni, hogy a mezőgazdasági gépek is rendkívül energiapazarlók. Tehát minthogyha nem arra lennének tervezve, hogy kevés energiával szántsuk föl a földünket, hanem hogy gyorsan szántsuk föl a földünket, vagy pénzügyileg hatékonyan csináljunk a földből élelmet, vagy kényelmesen, tehát mondjuk egy mai traktornak a vezetőfülkéje légkondicionálása tényleg olyan, mintha az ember egy hivatalba üldögélne. Tehát beül, nyomja a joysticket, leereszti a szerszámot, megindítja a motort, időnként ellenőrzi, hogy minden rendben van a géppel, de ennek az az ára, hogy ugyanazt a munkát, amit néhány száz watttal egy lóval elvégzett egy ember, és őből is azért, ha nem is egy nap alatt, de föl lett szántva az a kert, vagy az a szántó, ugyanazt a munkát ma gyorsabban, de több ezerszer nagyobb mennyiségű energiával végezzük el. Hát ne csodálkozzunk akkor, hogy az élelem teli van fosszilis energiával. Tehát látszólag az élelem az a napnak, a növényeknek, az állatoknak a rendezett energiája az ember számára. És valójában pedig az élelem az tartalmaz egyrészt napenergiát, ugye süt a nap, megnő a búza, learatják, de két rész, vagy akár 10 rész fosszilis energiát, attól függ, hogy mennyire dolgozzák fel azt az élelmet, mert az ember ehet pattogatott kukoricát is, meg ehet mondjuk búzából sült kenyeret, és akkor ott már a sütéssel, meg a őrléssel is van valami energia, de az is elképzelhető, hogy nyers répát eszik, és az is elképzelhető, hogy ezeket a terményeket megeteti állatokkal, csak azért, hogy hízzanak, akkor viszont rengeteg húshoz és zsírhoz jut, de az is elképzelhető, hogy mindezeket összekeveri egymással, berakja a dobozokba, konzervdobozokba, lehűti, elviszi egy másik országba, ott földolgoztatja, visszahozza kamionnal, és akkor kiderül, hogy az élelem mögött jóval több fosszilis energia van, mint amennyi a megújuló energia tartalma. Hát mit lehet ilyenkor tenni? Ugye az ökolábnyom számításnál látjuk, hogy például a kevesebb húst, kevesebb csomagolást és kevesebb szállítást tartalmazó élelmek messze kisebb ökológiai lábnyommal, szennyezéssel járnak, mint az ilyen nagyon feldolgozott és luxus és szállított és nagyon ízletes és ínyenc falatok. Bár hozzá kell tenni némelyik ínyenc falat ízlés és ízlés kérdése, hogy
ízlik az embernek a messziről jött fűszer, oliva, bogyó, vagy rák, vagy delfinhús. Hát ilyeneket szerencsére Magyarországon azért nem nagyon fogyasztunk, de az, hogy valaki jobban szereti a pörköltet, mint a krumplifőzeléket, ez majdnem biztos. Bár csak próbáljon meg egy hetet pörkölten elélni, és akkor rájön, hogy a krumplifőzelékre mennyire nagy szükség van. Na most, ha azt nézzük, hogy mennyi állat él meg az emberek körül a hulladékból, tehát, hogy nem azért termeljük a takarmányt, és nem azért tartjuk az állatot, hogy majd annak a húsát, tejét, tojását hasznosítsuk, akkor egy majdnem vega életmód azért kijönne belőle. Tehát, hogy minden vasárnap azért jutna hús is az asztalra, de több lenne benne a krumplifőzelék, mint a pörkölt. Jóval több lenne a krumplifőzelék, mint a pörkölt. És ez egy teljesen fenntartható menü lenne. Tehát úgy, hogy sem az embereknek, sem az állatoknak, sem a fosszilis energiának, sem a napnak, vagy a földnek semmi bántódása ettől nem lenne. Rövid vagy hosszú távon sem. Tehát a kérdésem az lett volna, hogy először is a nap energia az megújuló energiának számít-e? És hogy hogyan lehet felhasználni? Hát a napenergia, amivel 3 milliárd évig még fog sütni a nap, gyakorlatilag megújulónak számít, senki nem vonja ezt kétségbe. Ez az igazi egyetlen megújuló forrás. Minden megújulós fosszilis energiának a forrása, ugye a nap. Tehát a napenergia hasznosítása az lenne a szent grálja minden megújuló törekvésnek. És hát persze, hogyha meglátunk egy napkollektort, vagy nehogy Isten, egy napelemet egy háztetőn, akkor már rögtön a jövőbe érezzük magunkat, hogy itt már minden megoldódott. Sajnos nem ilyen egyszerű a kép. Először is azt mondom, hogy addig ne örüljünk, amíg nem látjuk, hogy a sivatagban, ahol elég sok kvarcomok van, egyre másra épülnek a napelemes napelemgyárak, amelyek saját magukat előállítják és gombamódra szaporodnak. Tehát, hogyha egy nap elem előállításához nem elegendő az az energia, amit a napelem az egész életében le fog gyártani, és ma még mindig ez a helyzet, akkor nincs napelemes napelemgyár, nem véletlenül. Én láttam Freiburgban egy napelemgyárat, amelynek a homlokzatát napelemek borították, és hát ez úgy volt napelemes napelemgyár, hogy először is nem gyártottak napelemet, hanem csak szerelték össze, tehát azt valahol már legyártották, és az irodáknak az energiaigényét, ez a napelem mennyiség, plusz még növényhajós generátorok energiája együtt biztosította. Tehát, hogyha egy napelem gyárnak csak az irodáját, és azt is csak félig látják el a napelemek, amiket a homlokzatra föl lehet kasírozni, akkor az még nem az a bizonyos exponenciálisan felfutó termelés. De tegyük föl, hogy 2015-ben már lenne napelemes napelem gyár, én ezt kétlem, és ez elkezdene exponenciálisan fölfutni, tehát hogy ebbe valóban újabb és újabb energiák és pénzforrások és napenergia hasznosító berendezések keletkeznének megállíthatatlanul ebben a láncreakcióban. Úgy tűnik, hogy a 21. századot már elbaltáztuk. Tehát, hogy túl sokan vagyunk és túl sok energiát fogyasztunk ahhoz, hogy békésen át lehessen vezetni a megújuló energiáknak a korszakába, még akár a legcsodálatosabb napelem technológiával is. Tehát, hogyha jön valaki, aki a mai 30%-os napelemek mellett, ami egyébként úgy tudom, hogy elméleti határon mozog, tehát már körülbelül akkor a napelemek hatásfoka mekkora lehet, most előállítana 50%-os és nagyon olcsó napelemet, és mindenből rengeteget gyártanának rövid idő alatt, még annak a fölfutása is a jelenlegi fosszilis energia zabáló életmódunkat nem oldaná meg, és a Föld akkor is túl lenne terhelve. Az egyetlen megoldás, hogy ne zabáljunk fosszilis energiát. Tehát amint az előbb láttuk, hogy az élelmünk például az ne fosszilis energiából álljon, vagy a biomasszát azt ne tarló égetéssel próbáljunk megszabadulni a biomasszától, mert az ugye elég füstös, és a mezőgazdaságaink ne a 40-50 szeresét fogyasszák el annak az energiának, ami valójában a szántáshoz kell. Tehát ki lehet számolni, hogy egységnyi földet, hogyha az meg van puhulva, mert ugye lehet kősziklát is szántani, csak ugye a magyar gazda azért tudja, hogy akkor megyünk ki szántani, amikor éppen jó a talaj, hogy
mennyi energiával lehet a földet kifordítani és átfordítani, egyáltalán milyen mélységben kell szántani, hogy kell-e szántani, mert vannak ugye low tillage, meg no tillage szántásmentes kultúrák is, van permakultúra is, hogy ezeknek mennyi a hatékonysága, hogy ez elő tudja állítani azt az élelem mennyiséget, amire szükségünk van. De, hogy a napenergia a legalapvetőbb, a legnagyobb mennyiségben jelenlévő, és megújuló energia, az egészen biztos. Bár egy másik előadásban elhangzott, hogy a legnagyobb mennyiségben jelenlévő, legnagyobb potenciállal rendelkező negatív megújuló energiából, a negatív megújuló energia az energiatakarékosság, az energia hatékonyság, valamilyen energiának az el nem fogyasztása. Tehát én, mint energetikus, hogyha kapok egy olyan feladatot, hogy itt van 1000 watt, és ezt meg kell termelni, és akkor megkérdezik, hogy na ezt az 1000 wattot te szélenergiából tudnád inkább megtermelni, vagy napenergiából, vagy víz, vagy fa fűtéssel, hogy lesz 1000 watt. Pedig a fa fűtés az tényleg nagyon egyszerű dolog. Én fával fűtök, és tudom, hogy egy gyufával, egy gyújtós kockával milyen jó lehet tüzelni. És még azt mondom, hogy az 1000 wattot elsősorban nem megtermelni kell, hanem megspórolni. Hát, hogy mondjuk már egy olyan fogyasztót, amivel azt az 1000 wattot nem kell elfogyasztani, csak ugyan a helyet az 1000 watt helyett csak 100-at, és akkor még 900-ra már meg is mondtam a megoldást, a maradék 100 sokkal kisebb probléma. Tehát hogyha én nekem van egy napelemes rendszer, ez konkrétan megtörtént, és a napelemes rendszer a 40 wattos lámpától, pedig az igazán szolid, a 40 wattos lámpától már sipák volt, hogy nem bírja, akkor nem az volt az első gondolat, hogy fölteszek még 3 napelemet, meg 2 akkumulátort, meg egy erősebb invertert, hanem kicserélem a lámpát. És akkor először kicseréltem egy 10 wattosra, ilyen kompaktra, és utána kicseréltem egy ledesre, ami már 4 watt, és ugyanúgy világít. Észre se veszik az emberek a különbséget. A kompaktnál ott észre lehet venni, hogy hát így kilóg a béle a lámpából, de a ledes lámpa az tényleg 4 watttal elmegy, és akkor lehet mondani, hogy a fejlámpa az meg elmegy 1 watttal is. Tehát egészen, tehát ha az embernek az az igénye, hogy igenis szeretnék olvasni, szeretnék tanulni, szeretnék szórakozni, tévét nézni, laptopot, internetet, 10 wattnál nem kell többet hozzá. Tehát a mai technológiával el lehet érni ezt a határt, hogy egy ember kulturális igényeihez beleértve az összes facebookozást meg össze. Tehát 10 wattra van szükség, és ezt akár még le is lehet tekerni. Tehát ez a jó hír, hogy valaki fölül a szobabiciklire, és elég szorgalmas, mert azért 24 órához azért 2,4 órát kellene tekerni, de le lehetne tekerni, és az összes hangszóró működne, és az összes elektronikai berendezés elműködne vele. Na nézzük a szél és a vízenergiát is. Ugye ez is a napenergiára vezethető vissza, és azt merem mondani, hogy ezeket a mechanikai energiákat érzik az emberek. Tehát amikor beleállok egy vízbe, és annak van sodra, le akar dönteni a lábamról, arra már lehet egy kis erőművet telepíteni. Amikor fúj a szél, és kikapkodja a kezemből az esernyőt, akkor pörögnek a szélerőművek. Azt lehet mondani, hogy ha 100 watt, ugye ez az ember teljesítménye, négyzetméterenként, az körülbelül az embernek a fogyasztása. Hogyha 100 watt körül fúj a szél négyzetméterenként, vagy 100 watt per négyzetméteres víznyomás megdobja az ember lábát, azt megérzi. Ugyanígy, hogyha erősen süt a nap, és érdemes már bekapcsolni egy napelemet, vagy egy napkollektort, a napkollektor ugye magától bekapcsol, ha erősebben süt a nap, azt már érezzük, hogy már izzadunk, már a szervezetünknek hűteni kell magát. Tehát a megújuló energiáknak van egy olyan nagyon jó tulajdonság, hogy érezzük. Ha odafigyelünk, a legtöbb ember azt se tudja, hogy hol a... Nem tudják, hogy most félhold van-e, vagy telihold. Nem tudják, hogy fújja a szél odakint. Reggel az interneten megnézi, hány fok van, és aztán belül az autóba, és ott ellenőrzi, hogy a külső hőmérő ugyanannyit mutat el, mint amit az interneten leolvasott. És nem tudják, hogy felhőse az idő, mert bezárkoznak egy projektor miatt egy terembe, és ottan tartják az előadást, vetítést. Tehát, hogy összességében az emberek el vannak szakadva a valóságtól. Nem tudják, hogy a fa milyen jó meleget ad, mert nem próbálták ki, és így tovább. De hogyha
az ember egy picit érzékenyíti magát, és odafigyel, hogy jé, te, ez már egy 100 wattos szél, ez fúj, megtépkedi a kabátomat. És hogy miért nem tesz, milyen gyakran fúj ilyen szél, itt a Kisalföldön elég gyakran fúj ilyen 100 watt körüli szél, miért nem teszünk föl egy szélgépet? És tényleg miért nem teszünk? Azért, mert nem a megújuló energiával van a probléma, akkor még tám volna is takarékos igényekre megfelelő. Tehát süt a nap, fúj a szél, vízenergia viszonylag kevés van, de biomassa meg viszonylag sok van Magyarországon. Nem azzal van a probléma, hanem a tárolással. Hogy én azt szeretném, hogy éjjel világítsak, amikor nem süt a nap. Ugye ön kérdezte, hogy a napenergia az megújuló. Van, rengeteg napenergia van. Igen. Megújuló. Igen. Tiszta. Igen. Mondjuk már a nap elem az már nem biztos, hogy annyira tiszta, azt le kell gyártani, de az akkumulátor még kevésbé tiszta. Tehát ha valaki éjszaka akar világítani, akkor például nem árt, hogyha van valami, ami szélre forog. És hogyha a szél se fúj, és éjszaka van, és köd van, és hideg van, akkor valami biomasszát is kell hasznosítani, ha nincs vízenergiája. Ha van egy olyan patak, amiben beleáll az ember, és megdobja a lábát, akkor azt mondom, hogy azonnal tegyünk rá egy kis gátat, csináljunk egy kis horgásztavat, és folyamatosan lesz belőle mondjuk 4-500 wattunk. Ez a 4-500 watt egy takarékos családnak éjjel, nappal, télen, nyáron az elektromos energia igényét kielégít, és ehhez képest még örülnek, ha kisüt a nap, vagy elkezd fújni a szél is, de a vízenergia adja a gerincét. Ha nincs vízenergia, akkor pedig a biomassza. Tehát, hogy valamit el kell tudni égetni, ami viszonylag nagy mennyiségbe keletkezik, viszonylag tisztán elégethető, és olyan mennyiségű energiát biztosít, ami a mai szokásainkkal összeegyeztethető. Mert ugye el lehet mondani, hogy középkorban az emberek miért égettek volna? Hát teljesen természetes volt, hogy egy 12 négyzetméteres szobában laktak 80 plusz az állatok, és így aztán a fűtésre nem nagyon volt gond, csak a bolhákkal mondjuk, azzal igen. De összességében legalább két olyan biomassa van, amire lehet számítani Magyarországon viszonylag jól szabályozható módon, a fa és a növényolajok. Miért mondom ezt a kettőt? Mert ugye emlegethetném a bioetanolt is, de ott nem nagyon van átgondolva az ROE-i, vagyis a befektetett energia és a visszanyert energiának az aránya. Tehát lehet gyártani alkohol, de azt elsősorban szórakozás céljából gyártják az emberek a törkölypálinkát, és hogy elkezdünk kukoricából pálinkát előállítani, akkor kiderül, hogy de a kukorica termelésével, gépesített mezőgazdasággal, szállításával, a melegítéssel, az oldással, a erjesztéssel, a bepárlással, desztillálással, a további tisztításokkal olyan mennyiségű energiát viszünk be, hogy az egész csak úgy éri meg, hogy lényegében az állam dotálja. Tehát, hogy ha valaki 5%-nyi etanolt belekever a benzinbe, akkor kap valami jó pontot, és kevesebb jövedéki adót, vagy nem tudom, mit kell fizetni, akkor megéri. Egyébként ezzel csak higítják a benzin, tehát jobb nem lesz tőle. Tehát az etanolra higított benzinnek sem az égésője nem magasabb, tehát semmilyen nem jobb, de nem 100% benzin van benne, hanem 95% benzin van benne, és a többit az pedig etanol formájában még beletöltenek plusz 15%-ot mondjuk, mert az etanol is tartalmaz energiát, csak nem olyan magas az égésője. Tehát, hogy a motorok, a különösen a mai autók hajtására agroenergiát használni, mert ez nem bioenergia, hanem agroenergia, tehát a mezőgazdasággal kőkeményen megtermeltetett energia, ez egy téboly. Tehát a motoroknak olyan rossz a hatásfoka, nem is az, hogy a termodinamikai hatásfok nagyon rossz, hanem hogy buta célra használjuk, tehát hogy elmegyünk oda autóval, motorral, ahova el lehet jutni másképp is. Tehát ilyen körülmények között felesleges az éhezők elől elvenni a búzát és etanolt készíteni. Viszont, hogyha nincs elég akkumulátorunk, nincs elég napenergiánk, nincs elég szélenergiánk, hogy éjszaka legalább lássunk a lefekvéshez, vagy elolvassunk egy könyvet, akkor nem árt, hogyha van egy növényolajos generátor. A növényolajt
el lehet égetni egészen közönséges dízelmotorokban. Eredetileg a dízel, aki kitalálta a dízelmotort, ő magyarolajjal működtette. Mondjuk a magyarolaj helyett a napraforgó vagy a repcőolaj az még jobb, csak nem kell belőle sok. Tehát ne közlekedni akarjunk vele, mert az, hogyha valaki repceolajjal elmegy az ország egyik végéből a másikból meg vissza, és valamit elszállít, mondjuk éppen repceolajat, vagy valami más marhasságot elszállít egyik országból a másikba, na ennek semmi értelme nincs, mert ma ez folyik. Tehát ma kamionokba töltik azt a rengeteg repceolajat, amit egyébként tölthetnének traktorokba is, amivel egyébként villanyáramot lehetne termelni. De hogyha valakinek mondjuk az egy hektáros ökolábnyomából egy tized hektár arra fordítódik, hogy azon repcét termeljen és azzal villanyt állítson elő, akkor ezt kell tudni, hogy ez a luxus, hogy ő neki van fény, ő neki van internet, ő neki van, hát most nem mondok nagy fogyasztókat, tehát nem mosógép, nem vasaló, nem villanyboiler. Hát a vizet meg lehet melegíteni akár fával is, akár nappal is, tehát az nem gond. Melegvizet villanyjal előállítani, az aztán tényleg nagy luxus. Tehát képzeld el mondjuk azt a 3000 wattos villanyboilert, hogyha az világítana 3000 wattal, egy Jupiter lámpa tévéstúdióban 500 wattos, 6 darab Jupiter lámpa, hogy szemedbe világítana, hát úgy rosszul lennél a fénytől. És ez a villanyboilernek a teljesítménye, amikor fűt, amikor az a kis piros lámpa ég. Akkor a villanyboiler 3000 wattal, a mosógép, amikor úgy zúg, sisteg 20-30 percen keresztül, akkor 2000 wattal fűti a vizet. És a vizet fűteni villannyal az egy nagyon nagy marhaság, és már ennél csúnyábbat nem akarok mondani, de teljesen értelmetlen és teljesen fönntarthatatlan, pláne fosszilis eredetű villanyárammal, de mondjuk fényt előállítani, vagy elektronikai berendezéseket működtetni növényolajjal, az még a fenntarthatóság határán van, legalábbis, hogyha utána számolunk az ökológiai lábnyomnak. És itt jönne ön, hogy most akkor elmondanám, hogy például az ökológiai lábnyomban mennyi az energia részesedése, ugye mert ezt már múlt talán tanultuk az ökológiai lábnyomot, és az energiának mennyi a pénz részesedése, tehát az ökológiai lábnyomot akár forintosítani is lehet, hogy mennyi élelemhez, mennyi lakáshoz, mennyi fűtéshez, mennyi közlekedéshez, mennyi sok energiára, mennyi sok fosszilis energiára, vagy megújuló energiára van szükségünk, és az hány forintért vásárolható meg a boltban, vagy a benzinkúton, vagy a biogázüzemben, vagy az erdészetnél, és nézzük meg, hogy ténylegesen a magyarországi életmód, a magyarországi energiafogyasztás vagy a fizetések fenntarthatóak-e? Hát nagy valószínűséggel közel állunk a fenntarthatósághoz, mert nagyjából minden kimutatás ezt mutatja, hogy ilyen szempontból elég átlagosak vagyunk a Földön. Itt még két olyan dolog van, ami kimaradt, és nagyon hozzátartozik az energetikához, a hősugárzás és a hőszigetelés. Ugye a hősugárzás a Föld és a Nap tekintetében már szóba jött, de a házaknál nem a sugárzó hő a legfontosabb. Tehát tény az, hogy éjszaka a ház hőt is sugároz ki, de nem ezért szigeteljük, hanem azért, mert kutya közönségesen a környező gázoknak, egyszerűen a fújó szélnek, a levegőnek átadja a hőt a fal, és onnan konvekcióval elszállítódik a hő, tehát hogyha nincs valami leszigetelve, akkor szökik az energia. Vagy úgy, hogy átfúj a szél a házon, ugye akkor a ház húzatos, akkor nyílászárókat kell leszigetelni. Vagy úgy, hogy a házból fölfele a padláson keresztül, az ablakokon, a falakon keresztül, de még lefele az alapirányába is van hőszivárgás. Minden anyag valamelyest hőszigetel, meg valamelyest vezet is. Tehát a fémek például jól vezetnek, mondjuk a fa, az pedig jobban hőszigetel. Mivel mérjük a hőszigetelést? Ez egy érdekes mérdékegység, de önmagáért beszél. Watt osztva négyzetméterrel és osztva hőmérséklet különbséggel. Tehát mennyi hőteljesítmény áramlik ki egy négyzetméterre falon, akkor, ha odakint 1 fokkal, 2 fokkal, 5 fokkal, 10 fokkal van hidegebb. Most a fűtési szezonban nagyjából 10 fok ez a
delta T, mert aztán valamikor 30 fok is lehet a delta T, tehát hogy bent és a kint hőmérséklet különbsége akár 30 fok is lehet, de az egész telet figyelembe véve általában 10 fok. Tehát szerintem most például itt október vége van, kellemes idők vannak, jövő héten már hidegebb lesz, de azért egy kicsit fűtenek, és bent most 5 fokkal melegebb van, mint kint. De éjszaka például lehet, hogy 15 fok volt ez a hőmérséklet különbség, mert ugye kint csillagos volt az éj, 5 fokig lement a hőmérséklet, itt bent pedig nem engedték le 15 fokig a hőmérsékletet, vagy ha leengedték, akkor reggel gyorsan fölfütötték az épületet, hogy nehogy észrevegyük. Na most nem is ezek a fokok számítanak, mert a fokok azok éghajlati jövenként meg vannak határozva, hogy hát ha bent 18 fok van, vagy 20 fok van, és kint pedig mínuszok vannak, akkor ez a delta T éves átlagban mennyi, hanem a watt per négyzetméter. Hogy ehhez képest négyzetméterenként hány wattot veszítünk. És hát sajnos, ha egy háznak nagyon sok négyzetméter a felülete, tehát azért törekedni kellene a kompakt házak építésére, kompakt és jó tájolt házakat kellene építeni, viszonylag gömbölyű zárt szerkezeteket, és viszonylag délre tájolva, hogyha azért süt a nap, az inkább jöjjön be, mint a hő, ahogy megy ki. És ahány négyzetméter a ház felülete, annyi wattokat veszítgetünk, és emiatt kell aztán 1000-10000 20000 watttal, 100000-et azért nem mondom, mert az az autó kategóriája, ilyen 10-20000 watttal fűteni egy hidegebb téli napon egy lakást, és mennyivel jobb lenne, hogy ugyanezt a lakást 1000 watttal, vagy 1500 watttal lehetne fűteni. Most erre mindenki azt mondja, hogy ez hülyeség. Hát ilyet nem lehet csinálni, azért kell fűteni, mert fűteni kell. Hát abszolút nem igaz, mert harmadára, negyedére, tizedére simán le lehet csökkenteni a fűtési energiaigényt, pláne a fűtési költségeket. Ugye, mert ha fával fűt az ember, az még olcsóbb is. De a fűtési energiaigényt simán le lehet csökkenteni a harmadára, csak azzal, hogy ami energiát bepumpáltunk a házba, azt nem engedjük olyan gyorsan ki. Tehát kimegy az, csak nem az éjjel közepén, tehát éjfélkor már hideg van, hanem mondjuk másnap délig lassan elszivárog, és akkor megint pótolni kell. Őrült nagy különbség. Tehát 6 óra alatt megy ki a hő, vagy 18 óra alatt megy ki az a hő. Ha 6 óra alatt megy ki a hő, akkor éjjel megint rá kell tenni. És ez a gázfűtési lakásokban ez így is van. Mert ugyan senki nem szaladgál ki a kazánhoz, de a gázkazán begyújt, és fűti a házat éjjel 2-kor, éjjel 3-kor, 4-kor, és aztán még reggel is, akkor elmennek otthonról, akkor is fűt. Tehát lassan hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy 24 órás fűtési szolgáltatás van Magyarországon. Jól lehet, most ilyen átmeneti időszakokban, ami most van, ha az ember este 6-kor egy gyufával befűt, eléget, mit tudom én, 4-5 kiló fát, és kész. Az biztos, hogy másnap ugyanannyi ideig ki fog tartani. Tehát 24 óráig van a hőnek, nem kellene eltávozni a házból. Ehhez nagy hőkapacitásra van szükség, tehát hogy a házban legyenek nagy kapacitású, nagy tömegű építőanyagok. Például a vályog az ilyen egyébként, egyszer közönséges sárföld, sárga föld, és nagyon jó a hőtartása. Meg jó hőszigetelő anyagok kellenek. Sajnos a vályog önmagában még nem elég jó hőszigetelő, hanem szükséges valamilyen buborékos anyag, tehát hungarocell, vagy szálas anyag, az lehet cellulóz, vatta, lehet kőzetgyapot, üveggyapot, tehát valamilyen levegőt tartalmazó üreges anyag, a két ablak tábla között is van egy légüreg, és ez biztosítja a hőszigetelést. Tehát a gázok általában rosszabb hővezetők, mint a szilárdanyagok, vagy a fémek, és általában úgy lehet valaminek a hőszigetelését fokozni, hogy több gázt juttatunk bele. Tehát könnyű, szálas, üreges, habos sított anyagok. Na most ilyen azért a természetben is van, tehát a parafa, maga egyáltalán a fa, az egy nagyon jó hőszigetelő anyag, sok üreg van benne. A kőzetgyapot, üveggyapot viszonylag nagy energiával, de egyszerűen előállítható, egyszerű, éghetetlen anyagokból, tehát homokból, bazaltból elő lehet állítani. Most erre csak egyszer kell költeni, de nem is olyan
nagyon drága a hőszigetelés, viszonylag olcsó. Egy házat lehet hőszigetelni, tehát senkinek nem kellene gondolkozni rajta, hogy most az idén hőszigeteljünk, vagy jövőre, mert az idén. Tehát, hogy bármikor el kell kezdeni. Mondjuk, ha az idén hőszigetelünk, akkor sajnos nem lesz bepucolva. Mert a ragasztó működik még 0 fok környékén is, aztán az alatt már nem lehet. De a festéket azt nem lehet csak 20 fokba fölhordani. Na most ez legyen a legnagyobb baj a világon, és minden házak itt vannak, ocsmányházak vannak itt, hogy kinézünk az ablakon, és minden háznak az ilyen 50 évvel, 100 évvel ezelőtti ócska burkolatát azért leburkolnák, és azt mondják, hogy legyen ez lehőszigetelve, mert úgy a normális, akkor jövőre már Magyarországon fele annyi lenne a fűtés. És akár gázból számoljuk, hogy nem kellene aggódni, hogy kifogy a tél közepén a tározókból, vagy akár fából, hogyha harmadára csökkentjük a fűtési költség, a fűtési energiaigény, akkor Magyarország erdei elégségesek lennének. A mai lakásállományt, a mai méreteket és a mai falakat sajnos nem lehetne kifűteni fával, de a szabványok szerint itt, tehát ami ma már kötelező, meg az A+-os házakat, az simán ki lehetne fűteni. Tehát, hogy még maradna is fánk a faiparnak, vagy a papíriparnak is. Tehát nagyjából ennyit lehet tudni a Földről. A többi filmeket, ezt az emberi erőműt feltétlenül meg kell nézni. Tehát amikor ott az emberek termelik az energiát, akkor itt beindítom, de nem lesz olyan látványos a kamerán keresztül visszafilmezve. Ott egyrészt ez az emberi erőmű, ami így visszafilmezve a kamerával nem lesz olyan nagyon érdekes, de ha belekattintunk, akkor látjuk, hogy ezek itten fogyasztják az energiát normálisan. Sok meg tekerik a generátorokat. A vesztünket okozhatja, ha valaki egy órán át zuhanyozik. Ki tudja? Köszönöm. Nézzük együtt. De belehalnak a biciklisten. Tehát ez egy jó film, csak hát ő csak játszik, ez is nem is nagy fogyasztás. Bekapcsolhatjuk a Nintendo-t. De persze. Egy egész sor készüléket helyeznek üzembe. Miért jó ez? Ez nagyon király. Alapra kell állnod. Most mindenki szórakozik a házban, bekapcsolták a Nintendo-t és a TV-t. Mire számíthatnak a biciklisek? Mekkora teljesítményről van szó? Nem jelentős. 2-3 kerékpár is elbírhat vele. Igen, ez nem jelentős energia. A Nintendo kb. 52 wattos, a plazma TV pedig 200. Mondjuk nincs sok értelme, de nem jelentős. És akkor ehhez képest a vízmelegítés, ehhez képest a főzés, sütés, ehhez képest a mosás, a fürdés, ehhez képest, hát ugye az előbb említett autó, hát ez rengeteg. Tehát egy autóhoz ennyi biciklist, ami nem is lenne elég. Minél több gép működik, annál nagyobb az összteljesítmény. De vajon mit jelent pontosan a watt? A watt a teljesítmény mértékegysége. Hát ezt tanultuk. A szállás gyorsaságára utal. Legyen ez a paintball golyó az energia egysége, vagyis egy joule. Na jó, hát innentől kezdve aztán paintball-al magyarázva el az, hogy a zsúlyt el kell osztani szekundumban, hogy másodpercenként lövünk ki egy paintball golyót. Akkor van itt ez a másik film, ez a fél éves energia megőrzés. Ez előbb volt szó, hogy a napenergia az mennyire használható. Ez is egy jó film, az elején a klímaváltozásról is beszél, de... Minden ember álma, hogy egy olyan házban él az életét, ahol az energiát azt nem kell neki minden alkalommal előállítani, megvásárolni, hanem a természetből tudja összegyűjteni. Ennek a háznak a tulajdonosa kapott egy ilyen koncepció mentén gondolta végig az épület megépítését. Ezért olyan szerkezeteket épített a házába, amivel nem csak magának, hanem a további generációk részére is ennek a háznak a működését teljes mértékben a napból állítatja elő. Ennek a háznak a érdekessége, lehet ezt mondani, talán éppen az, amit nem látunk. Egyfelől a tetőn egy nagy méretű napkollektor helyezkedik el, és ez a méretű napkollektor egész évben gyűjti az energiát, ami a ház hőellátásához szükséges, vagy a melegvíz, vagy a fűtés szempontjából. A másik dolog, amit szintén nem látunk, az pedig az a
nagyméretű tárolyó, ami fölött éppen itt ülünk. Ez alatt a földlabda alatt, amit hát gyönyörűen visszaállította a tulajdonos, és egy gyönyörű zöld területet csinált belőle, egy 120 köbméteres nagyméretű tároló van. Tehát ugye itt látszik, hogy 120 köbméter kell ahhoz, hogy a napenergiát nyárról térre át tudjuk csoportosítani. Mondjuk 200 liter elegendő ahhoz, hogy a napenergiát nappalról éjszakára tudjuk csoportosítani. Ez a napkollektor, ugye, amivel az ember tud fürdeni, esetleg ilyenkor őszi időben, ha még marad egy kis meleg víz a tárolóba, akkor azzal még rá tud segíteni a fűtésre minimálisan. De ha fűteni akar nappal, akkor egy fél évre, egészen konkrétan augusztustól februárig kell tudni tárolni a hőt, és ehhez több mint 100 köbméteres tároló kell, ami megy lakására. Tehát 100 köbméter az akkora, mint ez a terem, teljesen hőszigetelve, teljesen vízszigetelve, gépészeti elemekkel, mindennel ellátva. Nézzük meg, hogy milyen gépészet kell hozzá. 10 szivattyú, rengeteg hőmérő, rengeteg szabályzóegység. Egyébként szezonális is, tehát több hónapot átölelő tárolóról beszélünk, ami a nyári időszakban keletkező többlet plusz energiát olyan mértékben képes. Tehát van itt gépészet. Teljes éves fűtési. Van itt vezérlés. Na most, ha én végigmegyek ezen, akkor nem csak azt veszem észre, hogy jé, itt van egy 120 köbméteres tároló, ami olyan 70-80 fokra van fölfűtve, tehát ez valami őszi vagy nyári állapot lehet. Hát persze meg is október 16-a. Október 16-a egy őszi állapot. Hanem van itt például egy 400 köbméteres úszómedence is, ami csak azért van, hogy júliusban ez a rendszer ne forjon föl. Na most a gazdag embernek még akkor ez is jár, ugye? Tehát azért itt három lakás árát befekteti, mert csinál egy úszómedencét, plusz még csinál egy tárolót, plusz még az egész napelemet fölteszi a házra, és látjuk, hogy a sugárzási intenzitása egy kellemes őszi nap 500 watt per négyzetméter, mert lehetne 1400 is nyáron, és a rendszer föl van töltve energiával, tehát még gyakorlatilag nem fűt. Hát most meg lehetne nézni valahol itt a külső hőmérsékletet is, de szerintem október 16-án külső hőmérséklet 19,5 fok, ha jól látom. Energiát gázmentesen, vagy bármilyen. Igen, 13,5 fok. Hát nem sok fűtésre van szükség. Ezt a hőt kellene átmenteni egészen februárig. Na és amire még fölhívna a figyelmet, az nem egy film, de MSC-n az érdemes ezt is elolvasni. Ez egy energetikai tanulmány, amit az OECD-nek írtak, tehát tényleg nem környezetvédők írták, és azt mondja, hogy hát ne csodálkozunk, ne várjunk csodára. Az energiaalkulások lassúak. Tehát az egész energetikai rendszert, mindent át kell szervezni hozzá, nem egyik napról a másikra történik, nem egyik napról a másikra lett ennyi sok energiánk, és ugye itt nem azt mondja, hogy akkor nosza, használjuk a szemet vagy az olajat addig, amíg el nem fogy, mert ezt ő is tudja, hogy nem lehet, hanem hogy ne higgyük azt, hogy majd a megújuló energiák egyik pillanatra a másik ezt itt lecserélik, hanem hogy csökkenteni kell igazából az energiafogyasztást. Emlegeti végig, ez a vége fele itt a smű, hogy a nagy fogyasztású autókat gyártó amerikai cégek, azok sorba becsődöltek, tehát a GM például gyakorlatilag becsődölt dollár ezereket veszít minden gépjármű eladáson. Termékei között olyan nevetséges szörnyeteket is találunk, mint a Yukon 24 liter per 100 kilométeres fogyasztása, vagy a H1, egy 4700 kg-os katonai rohamjármű. Tudjuk, hogy szoros összefüggés mutatható az anorexia nervóza és a magas jövedelmek között, így nem egyszer láthatunk amerikai városok gazdag környékein közel 5000 kg-os járművek volánjánál 50 kg-os anorexiás nőket, miközben egy fél kilogrammos kiszerelésű fogyasztókészítményt mennek vásárolni. Ilyen helyzetben mindig megpróbálom elképzelni, vajon milyen véleménye lehet egy igazán bölcs földön kívülinek, amikor tudomást szerez a jómódú földlakók eszokásáról. Tehát amennyire ez tébolyult, annyira sok energiát valóban meg is lehetne takarítani, például, hogy az anorexiás kislány fölül egy biciklire, és elmegy, és esetleg akkor nem proteint fog vásárolni, hanem egy kis nyalókát, vagy valamit, hogy pótolja a hiányzó energiáját.
És itt a végén azért van egy hosszabb ajánlás, illetőleg egy mondat. Az innovációk és technológiai megoldások nem adhatnak nekünk tartós feloldozást. Tehát a további növekedés és a újabb és újabb megújuló energiáknak a kihasználása az nem old meg semmit. Itt lényegében arról van szó, hogy a szén mellé fölvettük a fát is a listára, fölvettük az olajat is a listára, már a földgázt is lehető legnagyobb mennyiségben használjuk, még az atomenergiát, vízenergiát, már minden energia kell nekünk, és ez sem elég. Akkor egy csempítésre nem fogja ezt nekünk mondjuk a szélerőművek építése megoldani. Már az is benne van a listában egy 0,5% erejéig, nem fogja kiváltani, annyi szélenergia Magyarországon nincs is. Azt mondja, minden gazdaság csupán alrendszere a bioszférának, és az ökológia első törvénye, hogy a fák nem nőnek az égig. Ha nem az átgondolt fokozatos csökkentést választjuk, jelentős kockázatot vállalunk, mert könnyen lehet, hogy a bioszféra fogja kikényszeríteni a csökkentést, ám sokkal kevésbé kívánatos, talán inkább katasztrofális módon. És ezt egy OECD jelentésbe írják. Tehát ez a Schmiel, ez nem ilyen polgárpukkasztó zöld, hanem azt írja, hogy ennek a növekedésnek nincsen távlata, a csökkenésnek van értelme. Amit egy Georgescu Rogan nevű energetikus közgazdász tökéletesen foglal össze az előttünk álló választásról, hallgatni fog az emberiség bármiféle olyan programra, amely exoszomatikus kényelmének zsugorodását vonja maga után. Ez az érdekes szó, azt jelenti exoszomatikus, hogy nem magam állítom elő az energiát, a szomatikus testi energiát, hanem kívülről mindennel körülveszem magamat, körülveszem magam kényelmes fotellel, kényelmes járművel, kényelmes szobával, fűt nekem a világ, fűt nekem a társadalom, fűt nekem a természet. Hogy exoszomatikus kényelmének zsugorodását vonja maga után. Meg lehet az ember sorsa az, hogy rövid, ám izzó, izgalmas és extravagáns életet éljen. Ezzel borítékolja, hogy hát ha leéltük ezt az életet és kiizzottuk magunkat, akkor el fogunk pusztulni. De hozzáteszi, a választás még mindig a miénk, ám nincs meg már az a lehetőségünk, hogy ezt a választást sok nemzedékkel később tegyük meg. Most kell eldönteni, hogy most tényleg meg akarunk maradni, és akkor nem biztos, hogy ennyi energiát fogunk fogyasztani, de azt viszont megújulókból, jóval kevesebbet, vagy pedig lenne a kényelmes, luxus életet éljük, és egyszer csak észreveszünk, hogy nincs tovább. Tehát ez számomra nem választás. Tehát aki fenntartható fejlődést tanít meg, a épesző ember, aki egyáltalán élni akar, az azt mondja, hogy ha ez ilyen probléma, akkor ez a legfontosabb, amiben foglalkoznunk kell. Akkor lehet, hogy a faipari egyetemet is, meg a közgazdasági egyetemet is, meg a műszaki egyetemet is, meg a bölcsészeket is, minden energetikai egyetemmé kell átszervezni, hogy na ezen gondolkodjatok, meg ezt csináljátok délelőtt elméletben, délután meg üljetek fel a szobabiciklőt és tekerjetek, és menjetek ki és vágjatok fát, hogy összességében meg legyen az egyensúly. És kiderül, hogy ehhez nem ész kell, meg nem találmányok kellenek, mert ezt 300 évvel ezelőtt is meg tudták csinálni az emberek, hogy termeltek annyi növényt, termeltek annyi fát, kivágták azokat a fákat, nem túlvágták az erdőket, hanem éppen a növekményt távolították el az erdőből. A kukoricaszárat is felhasználták, és mindezzel tudtak fűteni, hát mondjuk nagyon nehézkesen, de azért tudtak világítani, és ma már mondjuk egy ledes fejlámpával ezt egy wattos teljesítményen meg lehet oldani. Van internetünk, van számítógépünk, akár otthonról is lehet munkában járni, dolgozni távmunkában, akár távegyetemet is el lehet képzelni. Tehát mert minden adott ahhoz, hogy rendkívül kevés energiával, megújuló energiával, környezettakarékosan sokkal értelmesebben éljünk, mint mondjuk 300 évvel ezelőtt. De hogy 300 évvel ezelőtt nem volt probléma, hogy a Földet meg kell szántani, be kell vetni, ami terem, azt el kell fogyasztani, és a jövő évben megint vetni kell. Csak ma találtuk ki, hogy egyedül az az üdvözítő megoldás, hogy a lakosságnak 1%-a foglalkozzon a mezőgazdasággal, plusz a gépek. És ez az 1%, ez termelje meg a 99%-nak az élelmét, plusz a luxus, meg a húst, meg a
takarmányokat, meg még plusz ezek szerint a bioetanolt, meg a üzemanyagokat is, és ezek után az emberek mindezzel a rengeteg energiával, meg pazarlással lényegében felesleges dolgokat szolgáltatnak egymásnak, mert azt azért nem lehet mondani, hogy amit az emberek reggeltől estig munkacímén csinálnak, hogy mind hasznos, mind szükséges, soha nem nélkülözhető, mindig is volt. Tehát nyilván egy blogger az valamiből megél, csak nem biztos, hogy erre valaha is szükség volt, vagy ma szükség van, vagy bármikor is lehetőség, vagy szükség lesz erre, hanem ezt a mai energia bőség lehetővé teszi. Most van egy csúnya film, most hirtelen nem tudom melyikben hangzik el, hogy az emberiség, azt hiszem a Hetesi Zsolt mondja, de Láng Istvánra is hivatkozik, az emberiség annyi energiát, fosszilis energiát használ, hogyha így rá szignáljuk az emberek, akkor kiderül, hogy az emberek 90%-a fosszilis energiából van. Annak köszönheti az életét, azzal együtt fog megszűnni. És akkor előrevetítik egy nagy népességcsökkenésnek, egy óriási katasztrófának a rémét. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ez a 90% ez azért inkább harmadik világban csak olyan 60% körül van. És hogy ez nagyon igazságtalanul eloszlatva. Tehát, hogy nem az az igaz, hogy a legnagyobb energiákat fogyasztó emberek azok kerülnek legelőször majd lapátra, hanem helyettük, tehát ők elszivattyúzzák még a hasznosítható maradék fosszilis energiákat is olyan emberektől, akik viszont tényleg éhen fognak halni. Tehát, hogy ezt így nagyon rossz és csúnya kimondani, hogyha egyszer az energiaszűkösség vagy az élelemhiány arra fog vezetni, hogy nem tartható el 7 milliárd ember a szokásos módon a Földön, mint amit itt egy évszázad alatt kialakítottunk és megszoktunk, akkor nem az a 3 milliárd lesz a felelősségre vonva, aki ezt a helyzetet létrehozta, hanem a másik 4 milliárd, aki ezt a helyzetet elszenvedi. És ezzel most ugye a legtöbb fenntartó fejlődés hallgató fölélegzik, hogy hát mit vagyunk Magyarországon, és közel vagyunk Ausztriához, és én majd kimegyek külföldre dolgozni, és ott majd semmi baj nem lesz. Hát azért tegyük hozzá, hogy például mondjuk a háborúk azért minden nemzetet nagyon súlyosan érinthetnek. Tehát, hogyha emiatt, víz miatt, energia miatt, olaj miatt komolyabb háborúk elkezdenek majd kitörni, akkor nem lesz olyan hely a Földön, ahol nagyon békésen folytatgathatjuk az eddigi életmódunkat és életszínvonalunkat, hanem már csak a saját boldogságunk érdekében is, meg már csak a fenntarthatóság, az erkölcsösség érdekében is el kell gondolkozni azon, hogy hát mennyivel egyszerűbb lenne kevés pazarlással sok boldogságot elérni. És ez pedig már a következő lecke lesz, amikor kiderül, a boldogság tanítható. A ritka lelki beteg emberek kivételével egyszer el lehet magyarázni az embereknek, hogy hogyan lesznek boldogok. Hát nem a tévéhíradótól lesznek boldogok. Tehát az, hogy egy speciális sűrítményként az embereket erőszakkal és boldogtalansággal letetik, hogy itt kitraboltak ki, meg ott hány embert késeltek meg, ettől csak rosszabb lesz az élete, de még hamis lesz a világképe is. Tehát olyan összeállításban, ahogy tálalják, az úgy nem igaz. Tehát, hogy a világ nem ilyen. Még ha minden egyes mondat igaz a tévéhíradóban, akkor sem abban a sűrítményben, abban a kontextusban, abban az összeállításban, az úgy hazugság. A valóság ennél sokkal, de jobb. Tehát, hogy az emberek például segítik egymást. Én ma például a vasútállomáson elhelyeztem egy vad cirok seprűt, tehát egy ilyen kóró seprűt, és szinte 100%-os fogadást merek kötni, hogy mire visszamegyek, valaki föl fogja takarítani azt a vasútállomás. Én a felét kisöpörtem, direkt a másik felét meghagytam, hogy lehessen látni a különbséget, és egyszer jön majd egy nénike, meglátja a söprűt, és azt mondja, felejtje meg, hát nekünk itt nem fognak söpörni a vasút, az nem fog egy embert küldeni, hogy most akkor takarítsa ki azt a várótemet, és ki fogja söpörni. És mi kell hozzá? Egy 0 forintos kóró.
Tehát a kórósöprő az úgy nő, le kell törni, meg kell szárítani, 5 ilyen söprünk van, tehát hogyha ellopják, akkor viszek még egyet. Nem tudom ki az, aki kórósöprőt fog lopni. Egyébként teljesen használhatatlan, tehát nem lehet vele betörni az üveget, nem lehet fölgyújtani. Tehát ugye már ezzel is ugye az ember azt terjeszti, mintha rendszeresen gyújtogatnának Magyarországon, pedig iszonyú ritka, nagyon ritka a gyújtogatás. Tehát legtöbbször, inkább biztosítási ügyekben valaki fölgyújtja a saját üzemét, csak azért, hogy ne kelljen már tovább működtetni azokat az ócska gépeket. Nagyon ritka, hogy valakik gyújtogatnának Magyarországon. Tehát nem ez a bűnelkövetésnek a fő módja. A bűnelkövetés fő módja az, hogy szennyezzük a környezetet például. Tehát amit minden nap csinálunk, és sokan csinálunk, az a fő módja, és arra kéne odafigyelni, mert szerintem tök jó a világ, de például ami itt a Borsmonastori utcában reggel megy az autók, az anyukák meg a gyerekek viszonylatában, az egy zavarodottság. Tehát arra a Schmill-nek a jóindulatú mars lakója, az megint enyhén fejcsóválással, hogy tényleg 2,5 tonnás autóval lehoznak a Kutyahegyről egy gyereket, belökik az oldalba, és utána tolatgatnak egy kicsit körülötte, és akkor ez most nagyon a családbarát oda volt, ugye, ahol a legjobb nevelést kapja a gyerek. Tehát egy picit el kell gondolkozni az egész életmódunknak az önellentmondásain, az értelmezési problémáim, és egy új értelmezésben kiderül, hogy tudunk boldogok lenni. Hát azzal kell körülvenni magunkat. Mosolygó emberekkel kell körülvenni magunkat. Magunknak is mosolyognunk kell. De még tornáznunk is kell, azt kifejezetten az izmok visszahatnak az agyra, és jó hangulatot hoznak létre, hogyha az ember terheli fizikailag, mozgatja magát. Tehát a kerékpározásnál, aki 7-8 kilométert kerékpároz, az még nem energiafogyasztás, abból csak haszna származik, mert egészségi haszna, meg hangulatjavító haszna van. Tehát egyszer jobb lesz tőle a közérzete, mintha állandóan csak ül, meg beszél, meg gondolkozik, meg autózik, meg stresszeli magát, meg vásárol. Tehát az, hogy valaki stresszeli magát, autózik, vásárol, ez az ördögi kör, és hogyha mosolygós emberekkel veszi magát körül, ő maga is mosolyog, ahol tud segít, és mozog, akkor jó életre lesz. És ezt meg lehet tanulni. Ezt egy hónap alatt rá lehet szoktatni egy embert, hogy hogyan legyen boldog. Egyszerűen hagyja abba azt, ami általában rontja a hangulatát, és kezdjen bele olyan dolgokba, amitől jobb lesz a hangulatnak. Ritka lelki beteg embernek kell lenni, akinél ez nem használ. 100 emberből egynél tényleg az van, hogy hát ennek az embernek még a mosolygós fejeske se számít. Tehát megnézni a smiley-t és arra is, na látja, ő mosolyog, én meg nem tudok mosolyogni. Vagy hogy ezeknek, az én helyzetemben, most én hogyan mosolyogjak, és akkor elővesz valamit a múltjából, ami nyilván nagyon szomorú volt, mert meghalt a, nem tudom, egy kicsodácskája, meghalt, de nem lehet föltámasztani. Tehát, hogy az embernek föl kell tudni dolgozni például az életnek az eseményeit is. Hát ez az élet, hogy feldolgozzuk az élet eseményeit. És közben nem szomorúbbak leszünk, hanem éppen boldogabbak is, mert feldolgoztuk. Mert hogy valamit kezdtünk vele, és nem újra tépjük a sebeket, és marcangoljuk. Na jó, hát azt hiszem, hogy betelt már a kamera, úgyhogy nagyjából ennyit az energiákról.